thank you Üdvözöllek a BMW-ben, Magyarország első és egyetlen sorozat terápiáján, ahol senkit sem szeretnénk kikúrálni, sokkal inkább tágítani a popkulturális teret, és megismerni olyan dolgokat, amiket színesebbé tehetik az életünk. Mert a mai túlzsúfolt volt inger gazdag környezetben kell egy hely, ahol segítenek el navigálni a hatalmas kínálatban. A mai adásban a húrok közé csapunk, ugyanis az Amazon bemutatta a Daisy Jones and the six -et. Ezen kívül elviszlek egy igazi mély lelki terápiára a Shrinking legújabb epizódjaival, hogy utána egy együtt begombászhassunk egy partin a Party Down munkatársaival. Tarts velem ma is a következő bő egy órában, popkultúrára fel! A következő műsorszám meghallgatása mindenki számára ajánlott. Együttműködő partnerünk a Kultri.hu, Magyarország első digitális képregény platformja. GNA Brand New Voice utóbbi hetekben azért relatíve kevés izgalmas trailerre találkoztunk, de azért szögezzük le, hogy a Beefnek az előzetes ami ugye április 6-án fog majd debütálni a Netflixen, az azért elég oda tudta tenni magát. Legalábbis elnézve a szereposztását, mert alapból egy nagyon-nagyon érdekes produkció, hiszen ugye Eli Wong az egyik főszereplője, pontosan a női főszereplője a történetnek, illetve Steven Jan, akit mi ugye a Walking is ha jól emlékszem, és rajtuk kívül még van egyébként egy pár nagyon-nagyon izgalmas harc, de, de, ez, de ez a Beef, az, így egy, egy, olyan szinten bizar közben mégis fun dolognak tűnik, ami, ami szerintem egyrészt tökéletes a Netflixhez, tehát to totálisan belevág a Netflix and úgyhogy úgyhogy, mindenféleképpen egy tökéletes produkció lesz nekik, viszont ugye ez egy bosszúról szóló történet, elég sok komikus elem van benne, illetve elég komplexnek tűnt nekem a történet ahhoz, hogy már is felkeltse az érdeklődésemet, és ezért ez egy elég jó dolog, főleg, főleg ebben a mai túlzsúfolt történetben, amikor, amikor tényleg tele vagyunk mindenféle jött-ment sztorival, meg, meg izgalmasabb, nem izgalmasabb pillanatokkal, mert, mert néha kellenek az ilyen, hát nem tudom, hogy egyébként hogy mennyire lesz könnyed ez a sorozat, mert most a trailer alapján nem szeretnék nagyon-nagyon messze menő következtetéseket levonni, nekem könnyednek tűnt, de közben vannak mélységei, vannak eszméletlenül jó karakter drámai pontjai, amik mellett nem igazán lehet, meg nem is szabad elmenni egyébként, szerintem szó nélkül, úgyhogy szerintem mindenféleképpen egy nagyon-nagyon érdekes, és sok rétű, meg sok szintű produkcióval lesz majd dolgunk, úgyhogy én nagyon-nagyon várom ezt az áprilisi Beef Premiert, aztán amikor jutok el oda, meg is nézzem, az meg totálisan más kérdés lesz. Egy másik nagyon izgalmas trailer, amit az utóbbi napokban láttam, az a Joyride-é volt. Ennek ugye most volt március 17-én az SXSV-n a premierje, és Amerikában majd valamikor július 7-e környéken fogják bemutatni, és baromira szórakozatónak tűnt nekem ez a történet. Egyrészt benne van Ashley Park, akit imádunk, hát nyilván nem, nem lehet Ashley Parkot nem imádni. Aztán ott van Sherry Cola is, aki számomra azért egy nagyon-nagyon ismert vagy kedvelt szereplő, mert ugye ő benne van a Good Trouble-ben, aminek az ötödik évada egyébként most, talán a múlt héten indult el, ha jól emlékszem, megnéztem az ötödik évadnak az előzetesét, úgyhogy még a harmadik évad közepén leálltunk valamikor novemberben, és azóta még nem jutottam el odáig, hogy folytassam, de hát ez most hamarosan meg fog változni, úgyhogy hamarosan visszatérek a Good hez is, és megpróbálom valahogy szintre hozni magam. Nyilván nincs rajtam egy olyan time bomb, ami kattogna a fejem fölött, hiszen nagyon jól tudjuk, egy Disney Plus nem hozza be azonnal, hanem várni kell rá 3-6 hónapot, valószínűleg 6 hónapot. Ha jól a negyedik évadnál is kb. ennyit kellett várni rá, hogy az új, évad, vagy az új részek elérhetőek legyenek. Úgyhogy nem tudom, mennyit kell várni rá, de az biztos, hogy várni kell rá. Úgyhogy nem kell sietnem, hogy szintre hozza magam a negyedik évaddal, mert amikor mire hozzánk elér az ötödik évad, lesz az nyár is. Úgyhogy, úgyhogy van, van időm, és majd meg szépen megpróbálom beosztani, és mindenféleképpen folytatom a Gutrabot. Az ötödik évad előzetes egyébként baromira jónak nézett ki. Iszonyatosan durva dolog volt benne, mert ugye ebben történt valami, viszont az volt benne nagyon durva nekem legalábbis, hogy ezt a trailert azt hiszem vagy az előtt, vagy az után láttam, hogy a partidának a harmadik vagy negyedik részét megnéztem volna, amiben meg ugye Evan benne volt, és ő volt ugye a rossz fiú abban a történetben, úgyhogy nem mindegy, minden körbe-körbe, minden körbe ér, ez a, ez a lényeg ebben, az egész Szóval a Joyride-ról egyébként baromira jókat lehetett hallani. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan sikerül Adele Limnek az első rendezése, legalábbis ha jól szóval ez volt az első rendezése. Ez egy ilyen komédia szerűség lesz, úgyhogy, úgyhogy, baromira kíváncsi leszek, hiszen négy amerikai, ázsiai amerikai nő elmegy Ázsiába, hogy megkeressék az egyikük, azt esti parknak az eredeti szülőanyját. És, és, ebből fakadnak majd azok az izgalmas dolgok, amik, amik hát a bonyodalmakhoz fognak vezetni. És hát ezért válik ez a film egyébként baromira izgalmasra és érdekessé, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Ezen kívül ugye az elmúlt hetekben debütált még a kis hablánynak az előzetesebb, a fekete Ariel-lel. Ugye erről nem beszéltem még erről a trailerről, és hát nem is biztos, hogy nagyon sokat fogok mondani. Róla maradjunk annyiban, hogy nekem szimpatikus volt. Nagyjából. Nem mindenben értek egyet, nem biztos, hogy feltétlenül elégedett vagyok a bőrszínváltással, vagy hogy indokoltnak tartom, vagy hogy tényleg bármi szükség lett volna rá. Fogalmazunk úgy, hogy, hogy, hogy oké, okay, nem néz ki rosszul, nyilván nem a legjobban kinéző élőszereplős Disney adaptáció, de fogalmazunk úgy, hogy van benne némiféle potenciál, ha szabad így fogalmazni. Ugye nálam ez határozottan nem ütötte meg annak a, az inger küszöbét, hogy moziban akarjam megnézni ezt a filmet, amit május legvégén, 25-26-a környéken fognak bemutatni Amerikában. És hát és igazából én megvárom azt, amíg a Disney Plus-on elérhető lesz, és utána biztosan meg fogom nézni, mert érdekelni érdekel. Jó volt az előzetes, szépek voltak az effektek benne, érdekesnek tűnt, a dalok is úgy tűntek, hogy okésak. Úgyhogy, úgyhogy részemről mindenféleképpen érdekel a film, csak hát nyilván nem moziban, mert azért azt, azt az ingerküszöbömet még nem tudta megütni az a történet, de hát nem is kell igazából minden filmnek szerintem megütnie azt az ingerküszöböt. Szemben mondjuk a Ghost című filmmel, ami majd az Apple TV Plus-ra fog érkezni, méghozzá nem is olyan nagyon sokára, hiszen ha jól emlékszem, ez is valamikor április 20-21. a környékén kerül majd bemutatásra, és ugye ebben a, ebben a filmben játssza a főszerepet Anna de Armas, aki, aki imádunk, és Chris, Chris Evans nevezető csávó, az egyik Chris ugye a sok közül, és hát ugye nekik kettőknek van egy ilyen gyönyörű kis románca, amiből ugye kiderül az, hogy Anna de Armas igazából egy ilyen kém nőci, és hát ugye az egész sztorinak a bonyodalmait az okozza, hogy, hogy a csávó találkozik ezzel a gyönyörű nővel, és utána szeretne vele még találkozni, meg szeretné egy kicsit többet megtudni, viszont a nő nem ér neki, hanem gosztolja. És akkor ugye a csávó elhatározza, hogy jó, akkor átutazzuk az egész világot, elmegyünk érte Angliába, és megkeressük ezt a nőt, és belekeveredik ebbe a kalamajkába, ami izgalmas akciótörténetet történetet tudott előrevetíteni, és hát ránézésre nekem ez a film, ez mocskosul bejön. Legalább sokkal jobban bejön, mint mondjuk a Citadel című történet, ami majd ugye az Amazonra fog érkezni. Annak az előzetesétől azért nem dobáltam a hátasokat. Nyilván nagyon várom, mert azért russzott testvérek, producerei, meg hát baromira méreg drága produkció, aminek ugye berendelt az Amazon a második évedet is. De, de számomra ez Ghosted, ez egy olyan, nagyon-nagyon kellemes kis, hát nem nagymatag filmnek néz ki, vagy nem lágy filmnek, hanem egy olyan tipikus, tökéletes tavaszi akciófilmnek néz ki. Kicsit engem nagyon nagy túlzás, akkor ugye a Mr. és a Mrs. Smith-re emlékeztet, ugye uh, Brad pitt és Angelina Jolie-val, vagy hogy még jobban egy kicsit visszamenjünk, talán a két tűz közöttre, amiben azon nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye a héten vagy múlt héten került fel a film ugye Arnold és a friss Oscar díjas Jamie Lee curtis a Disney Plus kínálatába, és egyébként az is kiderült, hogy április 19-én érkezni fog hozzánk a True Lies két tűz között című vadonatúj amerikai akciósorozat, amit én nagyon-nagyon várok egyébként, túlzással, de nyilván, tehát azért az a James Cameron film, a True Lies, az, az nekem nagyon, -nagyon nagy kedvencem volt így az akciófilmek közül, plusz baromra jó volt a kémia, és nagyon bízom benne, hogy ez az új network sorozat, ez képes lesz valamilyen szinten megütni ezt a szintet. Nagyon meglepet egyébként, hogy ilyen gyorsan elhozza a Disney ezt hozzánk, de hát ugye mi egy, mi egy akciófilm rajongó ország vagyunk ebből a szempontból, legalábbis imádjuk Árnos és hát ki tudja, lehet, hogy ez a produkció sem egyébként annyira vészes, és figyelembe véve azt, hogy az Alaszka déli is fut nálunk, aminek, amiből egyébként pont tegnap este néztem meg két részt, és egyébként jobban kedveltem már, mint, mint az elején, illetve érkezik még április 19-én az így jártam a pátokkal második évad is, ami szerintem továbbra is egy remek hétvégét, vagy hétvégét, remek szezont fut egyelőre, bár azért elég, elég vegyes a megítélésem vele kapcsolatban. Szóval ezek voltak azok a trailerek, és ezek voltak azok a dolgok, amik megpróbáltuk valamilyen szinten az elmúlt héten lázba hozni, és felkelteni az érdeklődésemet olyan produkciók iránt, amik Valószínűleg majd felkerülnek a nézendő listájára, mikor lesz rá időm, az egy más kérdés, valószínűleg soha életbe. nem lesz minden egyikre időm, de hát bízom benne, hogy azért, azért ez a dolog ez majd kicsit megváltozik, de hát na, mindegy. De szaladjunk ennyire előre. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Jane Brand New Voice. Magyarország első és egyetlen sorozatterápiája, ahol senkit nem akarunk ki űzni a világból, vagy éppen kifertőtleníteni, megfertőtleníteni mindenféle popkulturális szenvedélyétől, hanem sokkal inkább az lenne a célja ennek a műsornak, hogy eléntsük a tudást, hogy igenis léteznek jó produkciók, igenis léteznek olyan produkciók, amiket érdemes nézni, és igenis létezik az, hogy a Sky Show Time egy kicsit jobb, mint amilyen volt egy hónappal ezelőtt az indulásnál, és hogy igenis erre felhívjuk a figyelmet, mert nagyon-nagyon fontos leszögezni azt, hogy bár én igazából nem tapasztaltam nagyon tartalmi frissítést, de, de tövüketlenül tök jó streaming szolgáltatásnak tartom egyébként továbbra is a Sky Show Úgyhogy, na mindegy. Szóval a lényeg a lényeg, hogy a cél az mindig az volt, hogy a popkultúráról beszéljünk, azokról a sorozatokról, illetve azokról az, az epizódokról, sőt a mondjadáshoz kifejezetten ezekre a dolgokra fog fókuszálni, nem nagyon fog belevenni olyan dolgokba, hogy mi fog történni biznisz oldalról a Disney plus szal vagy a Disney-vel, úgy empelt, mert azért Bob Iger eléggé durván bekeményített, és, és, hát igazából az, ahogy ő bekeményít, az nagyon-nagyon érdekessé fogja majd tudni tenni azt, hogy mi fog, vagy mi történhet majd a hulúval, illetve vagy hogyan fogják majd a hulu értékét ezek a dolgok befolyásolni, mert be fogják folyásolni, ez el, senkinek ne legyen semmi kétségesen, viszont ezekről majd valószínűleg egy következő adásban fogok beszélni, amikor egy kicsit jobban megpróbálok belemélyülni, vagy belemélyedni ezekbe a dolgokba. Ma kifejezetten sorozatokról szeretnék beszélni, mert olyan adás is már nagyon-nagyon-nagyon régen volt, illetve hát kezdjük a legszönnyűbb, szomorúbb hírrel, ami kb. úgy ever létezett, nevezetesen az, hogy gigabukás a Shazam az Istenek haragja, ugye a sezen folytatása David F. Sembertől, és engem ez nagyon sokból kifolyólag iszonyatosan elkeserített, az egyik oka az mindenféleképpen az, hogy én imádom Shazamot, én imádom az első filmet, imádtam, imádom Zach ebben a karakterben, szerintem tökéletes ő is, meg egyébként úgy kebbi mindenki, tehát egy nagyon-nagyon jó cast, és egy iszonyatosan szórakoztató, könnyed, családi film, ami talán az egyik legjobb, Superman után a legjobb szuperhős karakterről szól. Legalábbis Shazam mindig is ez volt a számomra, hiszen imádom az alapkoncepcióját, az, hogy van egy gyerek, aki kimondja ezt a szót, hogy Shazam, és utána egy hatalmas szuperhősé válik. Tehát szerintem nincs olyan felnőtt ember, vagy nincs olyan gyerek, aki ne álmodozott volna valaha ilyesmiről, és Szerintem egyébként az első film kellően szórakoztató volt. Nyilván az, hogy Billy egy árva, és ez, ez mindenféleképpen megadja neki azt a fajta mélységet, ami egyébként megkülönbözteti a DC karaktereket a Marvel karakterektől, és ugye ez az a dolog, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Marvel család ki tudjon teljesedni a második filmben. Ez elsőben is egyébként remekül szerepeltek, csak ugye az elsőben még nagyon-nagyon kicsi szerepe volt a családnak, mint, mint olyannak. A második film az már jobban, jobban orientálódik, ebbe az irányba is jobban fókuszál ezekre a dolgokra, ami szerintem egy iszonyatosan zsajnális húzás volt az alkotók részéről, úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen nagyon-nagyon örülök neki. A Sezem Istenek Haragja című filmnek egyébként ott voltam pont Rómában a bemutatóján, pontosabban a, a római premierjén, ami egészen elképesztő volt. Egyrészt baromira közel álltam zeklevához. Én voltam az egyetlen, aki nem csinált fényképet, azért ezt szögezzük le, úgyhogy kicsit dühös vagyok rá emiatt, de függetlenül nagyon-nagyon érdekel a Sezem. Viszont, ja, meg hát ugye nyilván mindenkit láttam, ugye Lucy is ott volt, illetve hát ugye nyilván a nagyszerű Helen Mirren, illetve rajta kívül az én egyik nagy kedvencem Rachel Ziller is aki ugye szerepet kapott ebben a történetben, ő is ott volt ugye ezen a bizonyos premiéren. A többiek nem jöttek el Olaszországba, talán a rendező David Szemberg volt talán az egyetlen kivétel, aki még ott volt rajtuk kívül, de de függetlenül baromira szerettem, és élveztem ezt a, az egész bemutatót. Nem volt egy olyan nagyon nagy eresztés, de, de, azért ez a fényfestés ott azon az épületen azért az úgy, hú, nem, nem kicsit, nem kicsit vágott oda, és ugye tök véletlenül botlottam bele ebbe az egészbe, úgyhogy, úgyhogy végképp egy ilyen hatalmas Elmény volt számomra ez az egész az első Olaszországban töltött napomon, itt tíz év után, úgyhogy t -t 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 szavakat nem találok, és el nem tudom mondani, hogy mennyire izgató vagyok ez a film miatt. De, és akkor itt jön, itt jön be az a tényezője ennek az egész történetnek, hogy elmennék el a moziba. A helyzet az, hogy én igen, én nagyon-nagyon szeretném ezt moziban látni, nagyon-nagyon szerettem volna moziban látni. Viszont a mozi egy ára nem éri meg. Egyszerűen az a, az a baj, hogy bármennyire is Szeretem Sezamot, jelenleg Magyarországon. Úgy érzem, hogy a 2000 forint feletti mozi egy ár nem igazán áll egyenes arányosságban azzal, hogy milyen értéket kapsz egy, fe, egy film esetében, amikor egy streaming szolgáltatás már megkapsz 2500 forintért. És egész hónapban azt nézel, és annyit nézel, amennyit akarsz. Szemben elmész egy moziban, hogyha társaságban mész, akkor nyilván nem fog annyira valószínűleg zavarni téged ez a dolog, mert inkább mészem moziba a társasággal, mint hogy hívod át őket hozzá, hogy gyerekek nézzük meg a legújabb mandalórai epizódot, vagy tök minden, hogy mi az éppen nagy hit sorozat, ami éppen fut, mondjuk a láztavász, és áthívod minden hét este őket, hogy gyertek át, nézzük nálam, mert nagyobb a tévé, vagy menjünk át hozzátok, mert nagyobb a tévé, mint az enyém, és nézzük meg ott a Lásztavásznak a legújabb epizódját. Nem biztos, hogy mindenki ezt csinálja, sőt, nagyon kevesen csinálják szerintem ezt, főleg Magyarországon, hanem helyet inkább elmennek a moziba, és akkor együtt megnézik, és akkor utána mindenki megy a dolgára tovább. Na most szerintem Hogyha egyedül megy az ember, akkor viszont nem éri meg a 2100 forintos jegyár, és ez még a legolcsóbb árkategóriás jegy volt, amivel találkoztam, és ez a 2 d vetítés, azért szögezzük le. Mert, mert a, a 3D-s az, hogy jól nem az, az már nagyon-nagyon ostromolja mondjuk az HB Max-tok szerefizetési járát, és, és én lehet, hogy nem biztos, hogy úgy, úgy elmernék menni. Plusz ugye én az Urániában néztem meg a Sezemnek az első részét, is ott voltak elég komoly gondok a hanggal. Úgyhogy, úgyhogy nagy szerencsém volt abból a szempontból, hogy ezt a filmet kétszer láthattam moziban, mert ugye kaptam egy jegyet a, a, egy másik előadásra, amikor, amikor elmehettem és megnézhettem úgy is a filmet, hogy már működött a hang, és ez a jó érzés volt egyébként. Mert, mert hát, hogy mondjam, őszintén iszonyatosan nagy szükség volt arra, hogy, hogy normális körülmények között is meg tudja tapasztalni az ember ezt a dolgot. Viszont, nem tudom elképzelni azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy a Sezem az Istenek haragja ilyen brutálisan, gigantikusan nagyot bukott. Két film nyitott nála rosszabbul a DC elmúlt évek teljesítményéből, nevezetesen az egyik az a Super Pets volt, amit talán 23 millió környékén nyitott, illetve James gunn az Öngyilkos Osztak című filmje, ami azért szögezzük le, hogy egy elég nagy problémát cipelt magával, nevezetesen az előző azonos című filmnek az összes sorát, amit ugye David Ayerek csináltak annak idején Snydernek köszönhetően, és persze azért ott volt az a nagyon nagy tényező, hogy egyszerre mutatták be az HBO Maxon, és a mozikban is. Míg a szem nem rendelkezett ilyen kritériumokkal, és hogyha azt nézzük, akkor tavaly már nem volt feltétlenül, amikor ugye szuperpecet bemutatták a Covid nagyon jelen a filmszínházakban, mint mondjuk a, talán az öngyilkos osztag esetében még azért elmondható volt, hogy de ott, 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 azért elég nagy szerepe volt a Covidnak és a dolgokhoz, viszont helyzet az, hogy akár onnan közelítem meg ezt a dolgot, és akármennyire szeretnék pozitívan viszonyulni hozzá, ez a 30,5 millió, amivel most ezen a hétvégén nyitott, ez valami gigantikusan nagyon nagy katasztrófa. Már csak két szempontból is. Ez a 30,5 millió, ez jelentősen elmarad az elmúlt időszak két legfontosabb bemutatott filmiek mellett, amik mind kisebb dolognak tűntek. Egyébként nem azok, de fogjuk rá azt, hogy mondjuk egy szuperhős filmhez, ami ugye jelenleg a legmenőbb műfaj vagy médium, ott ahhoz képest egy sokkal gyengébb és kisebb dolog, mint például a Creed harmadik része, ami ugye elképesztően erős 58 millióval tudott nyitni, több mint 4000 filmszínházban március elején, és azóta már több mint 200 millió dollárt összekapart világviszonylatban, ami ezért nem egy kiemelkedően magas szám, de azért úgy önmagában egészen jó eredménynek számít. Főleg annak tudatában, hogy 2015-ben mutatták be az első Creed filmet, ha jól emlékszem, Michael B. jordan a főszerepben, és az is 35 millió tudott hozni, és kvázi azóta majd, hogy nem meg tudta duplázni. Ugye, ha jól emlékszem, akkor ugye 50 millióból készült a második film, ami 30, 35 millió környékén nyitott, és azért ahhoz képest ez a nyitány, amivel a harmadik film rendelkezik, szerintem kiemelkedően kellemes teljesítmény, főleg, hogy, hogy a büdzséje az megközelítőleg nem, nincs köszönő viszonyban mondjuk egy shazam a büdzséjével. De hogy nem menjünk annyira nagyon-nagyon-nagyon durván messzire, tavaly január 12-én például a Sikoy 5. filmje volt az, ami 30 millió dollárral nyitott, és ez ugye 137 milliót hozott világviszonyban, szintén egy kis költségvetésű történetről van szó. Ez Ezzel szemben most itt van egy két órás folytatása, alig 13-14 hónappal az előző filmet követően, egy kicsit ugye hosszabb, és ez 11 nap alatt hozott már 115 millió dollárt, tehát majd, hogy nem kvázi utolérte az előző Screamnek vagy Sikoynak a szereplését, és ugye ez a film is 44 millió fölött tudott nyitni 3675 moziban, ami azért egy eléggé impozáns nyitány egy olyan franchise-on belül, ami kisköltségvetésű horror műfajon belül játszódik. Nálunk ugye megkapta a legmagasabb besorolást, ami 18-as kategóriát jelent, és este 10 előtt nem is játszhatják a mozikban. Emiatt egyébként itthon nálunk is elég nagy sikernek tűnik. És hát ugye Amerikában is megkapta az erős besorolást, és hát ugye az, hogy már 75 milliónál tart, nyilván az, hogy a 44 milliós, bügy, 44 milliós nyitó hogyan tudta fejebb tornászni, az azóta eltelt 11 nap alatt kb. 30 millióval, az már egy kicsit másabb, de, de igazából lényegtelen, mert ami igazából fontos az tényleg az, hogy, 44 millióval tudott nyitni idén ez a film, két héttel ezelőtt kb. Nagyon-nagyon durván. Úgyhogy szerintem ez egy iszonyatosan aggasztó dolog, de nem ez a legaggasztóbb ebben az egészben, hanem az, hogy a Sony 2022-ben bemutatott egy filmet márciusban, ez pedig nem volt más, mint egy olyan film, aminek az a címe, hogy Morbius, ami katasztrofálisan fostalicska, gigantikusan nagy elmerodjantság, és hát ugye ez 167 millió dollárt hozott a filmkasszáknál, világviszonylatban természetesen. Az amerikai nyitánya egyébként nagyon-nagyon kiábrándító dolog volt, ez ugye 39 millió dollárt jelentett, tehát magyarán még a Morbius is nagyobb nyitánnyal tudott rendelkezni, mint egy jó filmnek a folytatása, amit az emberek szeretnek, akik megnéztek. És egyébként iszonyatosan érdekes az is, amit David F. Sandberg nyilatkozott erről az egész sztoriról, hiszen ha jól emlékszem, akkor ő valami olyasmit mondott, hogy ez a karrierjének a legrosszabb kritikai elismerése viszont a legjobb a közönség szempontjából. Azon a ponton, amikor ugye nyilatkozott. Talán talán március 20 a környékén erről, erről az egészről. És hát ugye nyilván ezután meg azt mondta, hogy, hogy ő úgy érzi, hogy 6 év és két sezen film után ő egy kicsit szeretne felhagyni egyébként a szuperős médiummal, meg műfajjal, mert hogy, mert hogy egy kicsit belefáradt ebbe a rajongói elvárásokban, meg minden egyébbe. És egyébként nagyon büszke arra, hogy megcsinált ezt a két filmet, nagyon büszke arra, hogy ez a, két film ilyen jó lett, de arra még ő sem számított, hogy, hogy ennyire durván nagyon, nagyon pofára fog esni, és lehet találgatni egyébként az okokat, hogy, hogy miért. Azért, mert hogy a DCU az mindenki tudja, hogy változásokon fog keresztül menni, vagy ennyire nem tetszett az embereknek az első sezám, ennyire nem sikerült elérni őket a bemutatott követő időszakban, vagy, vagy, vagy mi az Isten, vagy túl sok időt telt el az előző film óta, ami egyébként szerintem simán benne van a pakliban. Én abszolút azt érzem egyébként, hogy baromra sok időt telt el, azért négy évvel eltelt az első Shazam film óta, a gyerekek is felcseperedtek. Szóval egy kicsit, kicsit szerintem sok időt telt el mindenféleképpen, de, de nem hiszem, hogy ez, lenne az, ami befolyásolna, Lucilliu benne van, Helen Miren benne van, egyszerűen az a világon semmi olyan racionális okkal nincs ennek a filmnek, ami, ami igazából arra utalhatna, hogy ennek megérdemelni a bukást. Mert egyébként nem, mert tényleg mindenki nagyon-nagyon sokan pozitívan nyilatkoznak róla. Nyilván vannak olyan dolgok, ami hiányoznak a második filmben, amik jobban működtek az első filmben, de cserébe megkapod egy látványosabb, akciódúsabb, izgalmasabb, nagyobb dolgot, mint, mint amilyen volt az első film, és hogyha valaki erre vágyik, akkor például valószínűleg jobban fog járni majd ezzel a második Sezen filmmel. Az égét a világon ezzel egyébként semmi probléma nincsen szerintem. a fontos azért ezt leszögezni, hogy mindkettőnek vannak előnyei, meg vannak nyilván hátrányai, de a legfontosabb, és ez az, amit észbe kell vésni a mindenkinek, az az, hogy jó filmekkel van-e dolgunk. És nem szabad egy filmet minden esetben megítélni a box office szereplését követően, hiszen azért, legyünk őszinték, a Morbius 39 milliós nyitánya azért egy elég erős dolog volt tavaly, figyelembe véve azt, hogy mennyire fos az a film. És, és azért tényleg az, az a mozi az abszolút nem érdemelte meg azt a 167 millió dollárt, amit a világviszonyban tudott kaparni, mert hát lényegben tényleg erről volt hogy kapartak. Nem igazán mondhatnánk róluk azt szerintem egyébként, hogy nagyon-nagyon hogy gigantikusan nagyot ment, nálunk sem ment egyébként annyira nagyon durván nagyot, bár azért Magyarországon is összekapart egy félmillió dollárt, hogyha jól emlékszem, úgyhogy, úgyhogy ezért ez egy kicsit így, így benne van a, a dolgokban szerintem. Mindenféleképpen nagyon érdekes leszögeznünk azt, hogy, hogy ezért ez a film, ez nem minden idők legjobbja volt annak idején, amikor ugye debütált, és ugye nagyjából nem is tudom, hogy 84 napot töltött összesen mozikban ez a film, ami összeszedte ezt a 73 millió dollárt, és ilyenkor felmerül egyébként az emberről a kérdés, hogy vajon a Shazam innen hova fog tudni visszaesni, mert ugye általában egy szuperhős film esetében van egy relatíve jelentősebb 30-40%-os visszaesés. Na most a 30 millióból, ha 30-40%-ot visszaesel, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy kevesebb mint 20 millió dollárt fogsz bezsákolni, ami végképp egy katasztrofális szinte tudná taszítani lényegében a Shazam filmet, ami egyébként nemzetközi szinten kb. ugyanígy teljesített, hiszen ott is 34 millió dollár tudott bezsákolni, összesen tehát több mint 64 millió dollár sikerült így négy nap alatt összeszedni ennek a filmnek, ami nem kimondottan egy erős eredmény szerintem, sőt igazából egy nagyon-nagyon aggasztó eredmény, nem biztos, hogy Zach Levágy viszont fogjuk mi látni újra sezemként, nem biztos, hogy mi újra fogunk találkozni ezzel a szereplővel, bár én azért bízom benne, hogy, hogy nem fogunk megszabadulni tőle, hiszen azért igazából nagyon-nagyon nehéz megítélni Sezamot, és szerintem sezemnak abszolút lenne létjogosultság egy kisebb költségvetésű szuperhős filmben, ami egy kicsit el tud kanyarodni attól, amit James Gunnig fognak építeni, de egyébként abba is simán beívelhető történet lenne szerintem. Viszont az, hogy ez a film mennyit fog tudni ténylegesen visszaesni, arra tökéletes példa az, hogy relatíven nincsen nagyon-nagyon erőteljes ellen szél szerintem legalábbis. Vannak jó filmek, amiket jövő héten fognak bemutatni az amerikai mozikban, egy film van, ami tuti biztos, hogy number van lesz, és tuti biztos, hogy ennél azért sokkal többel, so sokkal több, vagy sokkal sikeresebben fog majd indítani. Ez természetesen mi más is lehetne, mint a John Wick negyedik része, a régóta várt Keanu Reeves folytatás, ami már csak azért is bedes lesz, mert hát ugye Keanu Reeves, és pokolja jókat lehet hallani erről a történetről. Úgyhogy, úgyhogy, szerintem mindenféleképpen érdemes lesz odafigyelni erre, erre a történetre is. Mert, 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 csak tényleg azért is, mert hogy általában egy pokolian kemény akcióorgia lesz ez a majd három órás film. Miután pedig megnéztétek ezt a filmet, utána pedig nagyon ajánlom a Kultrin a Berserker című képregénysorozat, amit Keanu Reeves írt, illetve ami az ő eszméjének vagy elméjének a szüleménye, egy baromira jó akció, nagyon durván akciódús sztori az egész, úgyhogy, úgyhogy ha valakinek bejön a John Wick franchise, akkor mindenféleképpen bátran merem ajánlani azt, hogy nézzétek meg minél előbb és minél többet, és minél sűrűbben a Berserker képregényeket is, mert tényleg egy baromira jó cuccról van szó. Úgyhogy igazából szerintem ez lehet az egyetlen igazi valódi ellenfele a következő héten, úgyhogy a második hely az még összejöhet, csak szerintem mindenkit el fog happolni előle a John Wick negyedik része, ami hát ugye egy elég széles körben bemutatandó film lesz, bár azért erre besorolás kapott, szóval hogyha valaki családi filmre vágyik, akkor valószínűleg inkább fog beülni a sezámra, mint a John Wick negyedik részére, de ettől függetlenül én egy Hát azért a is sokkal erősebb nyitányra számítanék, Tehát én igazából, hogy őszinte legyek, én egy sikoly hatnál erősebb nyitányra számítanék, mondjuk egy John Wick 4-től, ami inkább az 50 millióhoz lenne közelebb, mint a 45-höz. De ez csak én vagyok, és egy feltételezés, és azt, hogy mennyire szeretem Keanu Reeves-t, hogyha eddig nem lett volna elég egyértelmű ez a dolog. Na mindegy. Szóval ezt akartam megmesélni, kibeszélni lényegében, mert, mert eléggé nagy csalódásnak élem meg azt, hogy ez nem egy ekkora gigantikus bukás. Nyilván tudtuk, hogy nem lesz egy világot megdöbbentő vagy megrobbantó dolog, de azért az első film is 50 millióval tudott indítani, és most nem tudjuk eldönteni azt, hogy milyen tényezők azok, amik nehezítették a történetet, nem volt elég jó a marketing, vagy egyszerűen mindenki tudja, hogy úgyis tributolni fogják az egész DCU-t, nem érdekelt senkit, nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen karakter szerepel, vagy milyen színésztő szerepelt ebben a filmben, aki kemeózott egyet, és hogy még az ő bevonása sem vonzott be elég embert. Nagyon-nagyon aggasztó jelek ezek egyébként a DC-re nézve. Nem tudom, hogy ezek után nem tudom elképzelni azt, hogy a Tom Cruise által már látott és agyon istenített flash film hogyan fog tudni teljesíteni nyáron, amire viszont tud biztos hogy be fog a moziba, függetlenül attól, mennyire utálom ezzel a Mellert. Úgy érzem, hogy ez a film az, az, nagyon durván egy nekem való film lesz, és valami olyasmi érzést fog majd belőlem kiváltani, mint amit tavaly tett mondjuk a Top Gun. És a Tom Cruise azt mondja, hogy ez a film az annyira jó, akkor én elhiszem neki, és elmegyek arra a filmre, és meg fogom nézni, és valószínűleg baromra jól fogok rajta szórakozni, vagy éppen iszonyatosan ki fogok akadni nagyon sok mindenen. Na mindegy. Ennyit ezekről a dolgokról. Ha látod már a Sezamot, akkor mindenféleképpen gyere és beszélgessünk róla lent, hogy te miért mentél el rá moziba, milyen volt ez a film, ha pedig kihagytad, akkor miért hagytad ki. Csak nem arra vársz, hogy az HBO hamarosan bemutatja, a streaming szolgáltatásában. hm? Címlap Daisy Jones and the Six. Imádom a zenét. A zene a lételemem. Mindig is az volt, és valószínűleg mindig is az lesz, függetlenül attól, hogy totálisan nincs ritmus érzékem, és abszolút szar a van. De, de te a zene, és, és a koncertek, és az élmény, az energia, a hatások, az érzések, amik átjárnak zenehallgatás közben, azok wow, mindig is lenyűgöztek, mindig is imádtam őket, és ezért is vagyok mindig sokkal kritikusabb, talán az olyan produkciók szemben, amik a zenéhez köthetőek. Nyilván kivéve egy holmárkos kategóriás film, vagy mondjuk egy lányregény jellegű történet, mint amikkel Nicholas Parks szokott megörvendeztetni bennünket, olyan esetekben azért nyilván az ember egy kicsit elengedi, de, magát, de mondjuk olyan esetekben, mint mondjuk a David Cox story, vagy a nyughatatlan, ott, ott azért nagyon-nagyon kritikus tudok lenni, mert, mert azok a történetek, azok jelentenek valamit a számomra, nagyon-nagyon mélyek, nagyon szeretem azt a zenei világot, amit ezek megtestesítenek, és hát ugye nyilván, ugye Virdel tavaly, tavaly Virdel, hát, hát az, 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 a film, az, az valami katasztrofálisan király, Isten, Atya, Úristen, milyen király volt ez a film jó ég lehet, hogy újra kéne nézni, mert nagyon régen láttam. Tehát tényleg az, az október novemberi bemutató, hogy mikor mutatták be ezt a filmet, ez már olyan rohadt régen volt, hogy hú, pedig, pedig, pedig tavalyi év legjobb filmének választottam meg. Szóval nálam a zene az egy kulcsfontosságú tényező. A filmeket jobbá és rosszabbá is tud tenni, hogyha működik vagy nem működik a zene. A problémám nekem itt inkább az, hogy a 2000-es, fogalmaz úgy, hogy amíg ki nem költöztem, sőt, igazából még utána is, jó darabig nagyon-nagyon jó volt a zene ízlésem. Rengeteg zenét hallgattam, rengeteg különféle zenét. Ma már az utóbbi négy-öt évben egyre inkább azt érzem, hogy nálam beakadnak számok. És onnantól kezdve, hogy beakadnak számok, onnantól kezdve folyamatosan azokat akarom hallgatni, egészen addig, amíg rájuk nem unok. Nem egy kimondottan hálás feladat, mert most már nem tudok annyira sok érdekes jó zenét felfedezni, sem a régiek közül, sem feltétlenül pedig az újak közül, a Spotify playlistjei pedig egy idő után már eléggé unalmasak vagy egysikúnak tűnnek, és kb. minden egyes szám ugyanannak tűnik. Mint egyébként manapság a legtöbb modern zene az egyébként tényleg ugyanaz vagy legalábbis ugyanaz, ugyanannak tűnik, mert ugyanazt a hatást kelti, váltja ki az emberből. Nyilván nem minden esetében, de belőle mindenféleképpen ilyesmiket váltanak ki ezek a modern zenék, és egy zenés film vagy sorozat esetében végképp kritikus vagyok, mert ott nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy milyen lesz. Én ugye nagyon sokat dolgoztam, több mint négy éven át dolgoztam a Royal Albert Hall-ban, Londonban, ami ugye egy zenei rendezvény helyszín, és rengeteg klasszikus zenét hallgattam, amit ott megkedveltem és imádtam, és élőben egyébként imádom mind napig a klasszikus zenét. Összentemból otthon nem biztos, hogy filmzenén kívül bármilyen más zenét is mernék tenni ebből az irányzatból, de nagyon-nagyon megszerettem ott, és iszonyatosan élveztem, és hálás vagyok minden egyes koncertért, amire részt vehettem. Viszont nyilván ugye a könnyű zene, illetve azon belül is inkább a rock and roll, a rock, azok, amik hozzám közelebb állnak, és nyilván ugye ezek azok a stílusok, amiket én nagyon-nagyon szeretek. 60-as, 70-es évek, bármikor jöhet, pokol nehéz egyébként jól megcsinálni filmben, vagy tévésorozatban. Most mégis ezzel próbálkozott az Amazon, méghozzá nem is akármivel, ugyanis egy regényadaptációval. adaptációval. Reed Taylor Jenkins regény, azonos című regény alapján készítette el az Amazon a Daisy Jones and the Six című fikciós, Rock and Roll bandáról zóló, iszonyatosan király utazását, ami igazából egy elég mély és elég kemény embert próbáló feladatnak tűnt, hiszen egy karakter drámáról van szó, ami nyilván egy románc történet, hiszen nyilván egy 70-es évek rock and roll, drogok, pia, alkohol, nő, szex, szerelem, meg ami kell, ezek mind-mind benne vannak. Egy életérzés számomra a Daisy Johnson the Six, és ezért volt óriási egy kérdőjel a számomra az, hogy ez a sorozat ez képes lesz -e tudni nyújtani azt a, azt a dolgot, ami, az egyetlen kritériumot, amit elvártam tőle, az az, hogy egy életérzést szeretnék átélni, miközben nézem ezt a sorozatot, mert a történet az valószínűleg úgyis milliószor látott dolog lesz. A daloknak jóknak kell lennie, hiszen el kell hinnem azt, hogy ez egy olyan zenei világgal rendelkező banda volt, akik miatt az emberek tényleg meg tudtak őrülni. És az, ahogy felvázolták a sixnek a történetét, az, ahogy Dizzy Jones-ot belevonták a történetbe, az, ahogy a kettőjük útja találkozott, és az, hogy utána abból mi született, az, az tökéletes és jól meg tudja mutatni azt, hogy hogyan, hogyan fejlődik egy banda, hogyan fel, hogyan teljesedik ki egy előadó, hogyan válik valami nagyon-nagyon egyszerű, vagy akár gondolat, akár ötlet, valami olyan különlegesé, ami világszerte milliókat tud meghatározni, és az életükre kihatással lenni. És számomra ezért volt egy nagyon fontos történet, hogy vagyon Retailer Jenkins történetét sikerül-e úgy adaptálni, nem olvastam egyébként a közel, nem is tudom, 400 oldal környéki könyvet, ami, ami egyébként magyarul is olvasható, ha minden igaz, pár éve jelent meg, ha jól emlékszem. Viszont baromira kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy hogyan tudtak ebből, vagy milyen produkciót tudtak csinálni belőle. Ugye ez akkor indult el, amikor én Olaszországban voltam, úgyhogy az első négy lemaradtam ebből a szempontból, viszont hála az égnek az Amazonnak volt egy hülye taktikája, nevezetesen az, hogy 4-4-2. Így fogják a 10 epizódot műsorra tűzni, úgyhogy én ebből mind a nyolc részt itt a hétvégén sikeresen lenyomtam, mert hogy úgy éreztem, hogy ez egy olyan sorozat, ami, aminek van egy olyan életérzése, ami beszippant, és egy olyan története, ami, ami érdekel. Nem, azért, nem csak azért, mert ugye egy kicsit benne van ez a mokumentari stílus is, és abból próbálod meg kitalálni azt, hogy vajon mi történt. Nyilván a dokumentári része nem annyira domináns, és nem tudsz annyira sok mindent kitalálni, inkább reagálnak momentumokra, inkább reagálnak pillanatokra, tehát inkább a reacting részéről szól a mockumentary rész, semmit arról, hogy tényleges valódi információt vagy háttér történetet tudjon hozzátenni az egészhez, az egészet pedig át kell élni, ott kell lenni a múltban, és érezni kell azt, hogy milyen impulzusok érik őket, érezni kell azt, hogy milyen élethelyzetbe kerülnek, érezni kell azt, hogy milyen problémákkal találják szemben munkat, érezni kell, meg kell érteni őket ahhoz, hogy megérzed a dalaikat, meg kell értened őket ahhoz, hogy egyét úgy velük válni, és onnantól ez a zenéjük, az totálisan átfog nem is azt, hogy át fog siklani rajtad, hanem ha totálisan a magáével fog tudni tenni téket. Ugye csináltak egy albumot is az Aurora albumot, ami egyébként azóta elérhető, és én nagyon-nagyon bátran merem hallani, a a hallgatni, ajánlani egyébként bárkinek, én hallgatom egyébként, nagyon-nagyon szeretem az egész albumot, mert, mert tényleg az az emberek az érzése, hogy, hogy ez egy lebilincselően jó album. Tele van változatos számokkal, tele van iszonyatosan király dalokkal, és, és hát nyilván ugye az én nagyon nagy kedvencem, az, az, szerintem nem fog senkit meglepni vele, a Look at Us Now, a Honeycomb, Szerzeményem szerzemény, ami ugye az első közös dal volt, a jól emlékszem, amit ők együtt énekeltek, és, és szerintem annak, annak abban a számban minden benne van, amiért én nagyon-nagyon szeretem ezeket a produkciókat, meg ami miatt számomra Daisy Johnson and the Six határozottan fölkerült a nem biztos, hogy minden idők legjobb zenével kapcsolatos produkciói listájára, de mindenféleképpen egy eléggé fontos listára, ahol vannak ilyen dolgok. Hiszen, hiszen amit én nagyon-nagyon szeretek ebben az egészben, az az, hogy az utóbbi években egyébként akadt néhány modern, meg tűnő, nem tudom egyébként, hogy mennyire lehet ez a, a szavakkal illetni, olyan sorozat mondjuk az elmúlt tíz évben, ami, ami, zenével próbált megfoglalkozni, vagy éppen zenészek voltak azok, amik domináltak benne valamilyen szinten, és nem mindegyik sült el igazából kiemelkedően jól. Gondolok itt például a, a Bobby Cannaválas HBO sorozatra, a Bakelitra, ami ha jól, ami szám, talán egy évadot élt meg, 2015. 10, ó, mikor volt ez? 15-16-17 környéken? És ugye nem is emlékszem, ki volt még benne. Azt, azt tudom, hogy Ray Romano benne volt, mert mert miatt emlékszem egyedül erre az egész produkcióra. Nekem annyira nem jött be, pedig, pedig az is valami nagyon hasonló stílus volt, méghozzá a New Yorki zenei élete foglalkozott a 70-es években, ha jól emlékszem. Illetve ezeken kívül még ami nagyon hasonló produkció volt. Kb. úgy nagyjából ugyanekről futhatott az a Rodis című sorozat, ami a Showtime-on volt, ugye ebben volt Luke Wilson, meg ki volt, Imogen volt még ebben a sorozatban, illetve talán talán Kale Kugin jó volt a másik, aki, aki szintén benne volt ebben a, ebben a történetben. Én egyébként baromira szerettem a Rodis. Ne, ne, nekem az, az jobban bejött, mint a Bakelit, ami tök érdekes volt, mert a rodis -e az volt a bajom, hogy tökéletesen jól, tehát olyan dolgot fogalmazott meg, vagy olyan dolgokkal foglalkozott, ami én is átéltem egyébként abban a, a életem azon pillanatában, mert nagyon sok Ródival találkoztam, illetve nagyon sokkal dolgoztam együtt, szóval abszolút megértettem és átéreztem azt, hogy hogyan is néz ki az ő életük, meg hogy hogyan is néz ki ez az egész, és onnantól kezdve teljesen másképp tudtam viszonyulni hozzá. Plusz jól esett egy olyan sorozat, ami megmutatott egy rockbandát, de igazából nem a rockbandával foglalkozott, hanem az emberekkel körülötte, és ez ugye egy óriási volt számomra, amikor ugye ezt így egy évad után elkaszáltak, legalábbis ha jól emlékszem, egy futott ez a, ez a, produkció, és utána, utána ment a kukába. A másik szintén szerintem talán e körül volt, tehát ez 2015-16 környék, 2015-17 környéki időszak volt az, ami szerintem több olyan produkciót tudott nyújtani a világnak, ami, ami tele volt ilyen remek rock and roll és, és zenésebb produkciókkal. Ugye az FX-en futott a Sex and Drugs and Rock and Roll című sorozat, ami ugye 20 epizódot és két évadot tudott megélni. Én ezt nagyon sokokból kifolyólag iszonyatosan imádtam. Egyrészt, mert ugye Lizzie Giles játszotta benne a főszerepet, aki wow. Másrészt meg ugye Dennis Leary volt ennek a sorozatnak a húzó neve, aki egyébként a kreátora is. Mellette pedig John Corbett volt még, aki, ha jól nem hiszem, fontosabb szerepet tudott betölteni, és úgy relatíve ismertebb is volt, és szerintem iszonyatosan jó volt a zenei világa is, amit ott megtestesítettek. Azóta is van egy olyan szám, amit Lizzie Jelsz énekel, amit, amit szerintem én azóta is nagyon-nagyon szeretek hallgatni. És ugye Jenny, Jenny, Dennis Leary játszotta ugye Johnny Rockot, aki ugye egy ilyen The Heathens nevezeti rockbandának volt az egykori nagyon-nagyon menő frontembere, és most ugye a lánya csatlakozásával megpróbálják egy kicsit így um, feltámasztani ezt az egész dolgot, illetve egy nagyon-nagyon érdekes irányba elhúzni. Én nagyon élveztem ezt, ezt a 20 részt, amit ebben a két évadban kaptunk. A sorozatból iszonyatosan nagy fájdalom volt, amikor, amikor ugye ezt is elkasszálták. Hát soha büdös életben nem fogom szerintem elfejteni, hogy mennyire, mennyire rosszul es, esett ez a dolog. Mert egyrészt a betétalaj jók voltak, plusz volt benne rengeteg remek szerzemény, dolog szempontjából is, és ez nyilván tele volt olyan dolgokkal, amik, amik, miatt az ember iszonyatosan oda tudott, vagy meg tudott veszni azért a történetért. Volt belőle egyébként egy album is, hogyha jól emlékszem, vagy lehet, hogy két album is volt a sorozatból ilyen 20-23 számmal, ami, ami szerintem mindenki számára kötelező, aki, aki nézte ezt a sorozatot, mert tényleg baromira jó zenei világgal rendelkezett. Úgyhogy, úgyhogy, nekem talán ezek voltak azok, amik úgy igazából meghatározók voltak. Most direkt nem említek olyan sorozatokat, mint mondjuk a Nashville, vagy, vagy éppen olyan sorozatokat, mint mondjuk a, a, mi, mi, volt ez a Fox, az Empire, amik, amik azért nyilván inkább popzenével foglalkoztak, sem, mint rock and roll és rockkal, úgyhogy, úgyhogy az, azok, nekem egy kicsit másabbak. Nyilván említhetném egyébként a Mozart in the Jungle-t, ami talán az egyik legjobb, vala volt egyik legjobb zenei történet volt, ugye négy évadot élt meg az Amazon Prime-nak az egyik első sorozatai között szerepet 2010, mikor volt ez, 14 és 17-18 környékén futott talán ez a ez a 8 vagy négy évad, és nekem biztosan fájdalom volt az is, amikor, amikor az a sorozat véget ért. Ott, hogyha jól emlékszem, egyébként a harmadik évad volt a csúcs, és nyilván lehetne egyébként megemlíteni olyanokat is, mint mondjuk a Smash, de az is inkább musical irányba vitte el az egész történetet. Illetve szerintem az egyik legérdekesebb, modernebb történet, ami, ami ben a zene kulcsfontosságú tényező volt, az talán mindenféleképpen az, az egyik olyan sorozat, amit én mindenféleképpen szeretnék ilyenkor egy ilyen listán megemlíteni, az tuti biztos, hogy a, az Extraordinary Playlist, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, hiszen ott ugye az érzelmek tudtak megelevenedni dologban, és ennek az egész alapkoncepció szerintem zseniális volt. És minden héten azt érezted, hogy ilyen kis mini, mini musical jellegű dolgot nézel. És hát nyilván ugye majd érdekes lesz ez a Grid sorozat, ami majd hozzánk is áprilisban fog érkezni a Sky Show Time ra mert, mert egyébként annak is megnéztem talán egy előzetesét, vagy nem is tudom, egy dalt belőle, és az sem tűnt nekem egyébként nagyon-nagyon rossznak, úgyhogy kicsit izgatottam, izgatott lettem az új Grid sorozat miatt. De, de tényleg ez az a, a Extraordinary Playlist volt az utolsó, amire azt tudtam mondani, hogy, hogy nagyon jó volt, vagy hogy Hát azt mondja, hogy nagyon jó volt az, az túlzás, mert azért még csak egy lightos network sorozatról van szó, kicsit csajos, kicsit ilyen, kicsit olyan. Viszont volt egy, volt egy másik, hú, basszus, mi volt ennek a címe? Volt egy sorozat, ami egy évadot élt meg, és, 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 hú, basszus kulcs. Azt, azt tudom, hogy Paradise volt a neve, mi volt, mi volt, az? Paradise, Paradise, Paradise City! Paradise City volt ennek a, a sorozatnak a címe, amit elvileg, ha jól emlékszem, talán nálunk is bemutatta. Talán ez, ez talán, mintha az Amazonon lett volna, mintha a Prime futott volna nálunk, legalábbis, mintha Európában bár ebben most nem vagy teljesen biztos. Ennek is egyébként nagyon-nagyon érdekes volt az egész háttértörténete, mert ha jól emlékszem, akkor 2019-ben kezdték el fejleszteni, és ha jól amészem, akkor talán hú, ki, is, ki is volt benne, Bella Thorne is benne volt valamilyen szerepben, illetve Cameron Boyce is, akinek ugye ez volt az utolsó szerepe ebben a történetben, és a Paradise City azért volt egy nagyon-nagyon érdekes, mert ugye ez egy ilyen rock and roll -li jellegű történet volt, de közben mégsem azon nagyon-nagyon pozitív irányban igyekezett bemutatni a dolgokat. Ez ugye egy 2017-es amerikai filmnek volt a folytatása, ugye az American Satan című történetnek. Ugye ez a illetve azt is Ash Avildsen írta és rendezte, és ugye a sorozat is nyilván belőle az ötletéből származott, és valamikor 2020 végén, vagy 21 elején, nem is tudom már mikor mutatták be ezt a történetet, és szerintem baromi érdekes volt, mert nagyon jó szereplő Gádeva rendelkezett, de valahogy egyszerűen nem volt képes ez a nyolc rész felnőni azokhoz a dolgokhoz, amit tökéletesen jól be tudta volna mutatni, ezt a rock'n'roll éles stílust, illetve ami tökéletesen jól be tudta volna mutatni, azt, hogy milyen is ez, a, ez az egész zenei világ, meg hogyan kell elképzelni egy, egy igazi rock az életét. És valahol, valahol nekem bennem valamiért, most nem emlékszem egyiket pontosan, hogy miért, de bennem ez a sorozat valamiért csalódásként maradt meg. Nyilván azért is mert részben, mert hogy egy évados volt, és ugye lesz folytatás, nem lesz folytatása, mert ha jól emlékszem, akkor valami és mi volt, hogy 2019-ben forgatták, aztán valamikor 2021-ben mutatták csak be, szóval nagyon sok idő eltelt, és nyilván az ember tisztán volt vele, meg plusz az egyik szereplő hogy egy időközben meghalt, tehát nyilván azért tudtuk azt, hogy, hogy ennek nagy valószínűséggel nem lesz folytatása, pedig Drea is benne volt, illetve is benne volt ebben a produkcióban, meg még egy pára mások, szóval, szóval azért nem rendelkezett egy kimondott a rossz szereplőgárdával, még a vendégszerepekben sem feltétlenül, de, de valahogy egyszerűen mégsem volt képes igazából azzá válni, aminek, aminek a Paradise City-nek szerintem lennie kellett volna, úgyhogy úgy, úgy nekem ez mindenféleképpen egy ilyen óriási nagy csalódás volt, de egyébként nem csak nekem volt ez egy óriási nagy csalódás, szerintem, hanem a közönség számára és meg a kritikusok sem feltétlenül vesztek meg érte, hogyha jól emlékszem. Bár, bár a közönség az kicsit jobban fogadta az egyik legnagyobb baj egyébként ezzel a produkcióval az abszolút az volt, hogy zéró publicitást kapott, tehát zéró témában vagy merítékben foglalkoztak vele szerintem itt a BMW-ben én mindenféleképpen foglalkoztam ezzel a sorozattal annak idején, amikor megnéztem ezt a nyolc részt. Szóval ezek, ezek voltak az utóbbi években azok a sorozatok, amik hirtelen eszembe jutottak, amik, amik zenével kapcsolatosak. Ugye a többségük az rock and lal vagy valamilyen szinten kötődik a hard rockhoz. És hát nyilván ugye ezért vannak olyan produkciók, amik jobban sikerettek, vannak olyan produkciók, amik nem feltétlenül sikerettek annyira jobban, de szerintem tök egyértelműen látszik az, hogy ahhoz, hogy te egy jó rock sót csinálj, ahhoz neked szükséged van minimum káberre jobb esetben streamingre. A Daisy Jones and the Six szerintem egy kiváló példája annak, hogy hogyan kell egy milliószor látott és milliószor elmesélt és milliószor elmagyarázott történetet úgy adaptálni, egyrészt tévésorozattal, másrészt pedig úgy elmesélni, hogy ez végig le tudja kötni a nézőjét. Végig tudj törödni a karakterekkel, végig átéld, és nem csak az álmaikat láss, ne, ne csak, azokat a pozitív dolgokat láss benne, hogy ők, ők igazi szuper sztárok, ők igen, igazi istenek, hanem igenis tökéletes abban a szempontból, bemutatja azt, hogy milyen az, amikor ők szenvednek, milyen az, amikor ők függőségekkel küzdenek, milyenek ezek a karakterek emberekként, amikor nem rockstárok, vagy lehetnek egyébként menet közben is rockstárok, hiszen azért láttuk ezt a színpadon is, amikor ugye, hát johnny a függősége miatt az első turnéjukat ugye fel kellett függeszteni ők élve, Daisy Jones-tól láttuk azt, hogy szétesett a színpadon, mielőtt ugye túladagolta volna magát, és igazából Daisy Jones egy nagyon-nagyon érdekes példa, és kezdjük vele a sort, mert, mert ő az, aki, akira a legnehezebb beszélni szerintem. Ő egy elképesztően extra szinten elcseszett és szétcsúszott karakter, sőt, tovább megyek, Szerintem nála elcseszettebb és szétsúszottabb karakterrel nem igazán találkoztam. Tehát hozzá képest Rob a High Fidelity-ből a tökéletes mint a példánya annak, hogy milyenek kell lenni egy nőnek. Egyébként a High Fidelit is ide vehetnénk, akár mint zenével kapcsolatos történet, amiben az a rock and roll életérzés azért elég alaposan benne van, plusz rengeteg zenéről beszélgetnek, plusz nagyon jó zené a lefestése. szóval valami szinten a High Fidelity-t is ide vehetjük, mint a modern legjobb zenei, vagy zenével kapcsolatos sorozat. Szerintem egyébként a Daisy Jones and the Six nem jobb, mint a High Fidelity, nagyon más a kettő, nagyon más a stílusa, nagyon más a jellege, nagyon más a történet, amit el akar mesélni, szóval igazából egy, kalapálás sem szabad venni, de ha összességében nézzük életérzést és feelinget és a többit, akkor szerintem a High Fidelity-ben egy kicsit jobban megvannak azok a dolgok. Szóval Daisy Jones egy elképesztően szétcsúszott, nagyon-nagyon elveszett karakter, akinek nyilván az az álma, hogy, hogy milliók előtt léphessen fel a színpadra, viszont saját magát gátolja folyamatosan, ugyanúgy, mint ahogy egyébként ezt a Sixnek a frontembere is teszi folyamatosan saját magával, úgyhogy annyira nagyon nagy meglepetés szerintem ebből a szempontból nincsen, hiszen Dan nagyon sok szempontból hasonló, és ez a két karakter bizonyos értelemben véve tökéletesen kiegészítik egymást, miközben egyáltalán nem egészítik ki egymást. Elinte nem is jönnek ki egymással túl jól, nem is találkoznak egészen, ha jól nem hiszem a harmadik részig. Talán is ugye akkor, akkor játszik, játszik el, a Hanikambot együtt, ami ugye a legendás producernek volt az ötlete, ami szerintem egyébként egy zseniális ötlet volt, mert egyrészt hangzásban tökéletesen kiegészítik egymást. Szerintem Daisy Jones egy fantasztikus énekesnő, rendkívül tehetséges, potenciális lehetőségekkel rendelkező művész vagy előadó, viszont egyedül Önmagában ő kevés. Szüksége van a SIX he Sixnek az életérzésére, a stílusára, lehetőségeire ahhoz, hogy az a karakter ki tudjon teljesedni. És ezzel az igényt világon nincsen semmi baj. A baj az ott kezdődik, hogy Billyvel egyáltalán eleinte nem jön neki, aztán, mintha csak elkezdenek kialakulni kettőjük között valami, miután, miután, miután azon a ponton, hogy ki nem állhatják és gyűlölik egymást, mert hogy féltékenyek a másikra, meg nem akarják, hogy elvegye azt, amit ők szeretnének elérni, vagy éppen felépítettek. És ez, a, ez a fajta ellenségeskedés, ez, vagy ez a viszály, ez nem, hogy viszonyhoz vezetett, legalábbis egyelőre úgy néz ki, hogy nem vezetett viszonyhoz. A nyolc rész alatt szerintem nem, nem, volt viszonyuk, de, de nagyon sok olyan dolog volt, ami, ami tökéletesen meg, meg tudta mutatni azt, hogy milyen az, amikor egy nő meg tud mérgezni nem csak egy férfit, egy egész zenekart, egy egész sikert lényegében. És Daisy Joneshoz hasonló emberek szerintem vannak, és nem biztos, hogy egyébként, hogy minden esetben szükség van hozzá drogokra, nem biztos, hogy minden esetben szükség van hozzá akár alkoholra, vagy szexre, vagy bármi egyébre, hanem egyszerűen csak a pusztán a személyiségből fakadóan képesek arra, hogy tönkre dolgokat. Én is több ilyennel találkoztam már sajnos életem során. A helyzet az, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a típusú nővel, mert veszélyesek. Iszonyatosan veszélyesek, mert az újjai köré tudnak csavarni egy szempillantás alatt, beléjük is tudsz szeretni, hogyha arról van szó, hogyha hagyják, vagy hogyha azt szeretnék, és utána pedig úgy eldobnak, mint egy darab kukát. Sőt, igazából fel is rúgnak, mint egy darab kukát, nem is, hogy eldobnak, mert hát azért eldobni, meg nem mindegy. Iszonyatosan veszélyes az a típus, ami, aki Daisy Jones megtestesít ebben a sorozatban, viszont nyilván a sorozatnak szüksége van egy ilyen toxikus karakterre, mint amilyen ő, mert ezáltal jobban megértjük Igazából billy is jobban megértjük, hiszen Billy egészen addig szimpatikus és pozitív karakternek tűnt, amíg ugye Camilla a felesége teherben nem esik, és ugye ott jön az, hogy Billy elkezd amiatt aggódni, hogy apa lesz belőle, és hogy hogyan fog tudni helytállni. És ezek azok a dolgok, amik, amik szerintem fenenetikusan, zseniálisan vannak megvalósítva ebben a, a, történetben, ugyanis elképesztően jól tudott bánni azzal, hogy milyen az, amikor Billy szétesik, és hogy utána mitől retteg, és hogy hogyan próbál meg jó apává válni, illetve hogyan próbál meg jó férjé válni a következő évek során, és egyébként én nagyon szeretem Billének és Kamilának a szerelmét abból a szempontból, hogy tökéletesen jól megmutatja azt, hogy nem csak azt, hogy Kamila kitart. Ez is egyébként egy olyan tulajdonság, ami szerintem inkább egy a 60-as, 70-es évekre volt jellemző, semmit a 2020-as évekre, mert a 2020-as években az emberek nem tartanak ki már egymás mellett, nem, nem, érzik azt, hogy szükség lenne arra, hogy kitartsanak a másik mellett, és ez nyilván egy baromira rossz dolog legyünk őszinték, tényleg, tényleg, egyébként egy rossz dolog, mert mondjuk ugye a 60 70 es években, ugye, hogyha valaki ezt mentél, akkor az azt jelenti, hogy kitartasz mellette valószínűleg a sírig is. Manapság viszont ez egyre inkább azt jelenti, hogy nem, hogy a sírig nem tartasz ki, de hogy a következő hónapig nem tartasz ki mellette, hanem egyszerűen lelépsz, és azt érzed, hogy inkább keresel egy jobb opciót, vagy keresel egy másik opciót, ami lehet, hogy jobb lesz. Lehet, hogy jobb lesz, lehet, hogy nem. Lehet, hogy rövid távon jó megoldásnak fog tűnni, lehet, hogy hosszú távon lesz egy még jobb megoldás. Nem lehet tudni az ilyet, viszont ugye akkoriban az emberek még kitartottak egymás mellett. És én ezért szeretem nagyon Kamillát, mert ő függetlenül attól, hogy tudja, hogy Johnny félre kefélt, mikor ugye terhes volt, elképesztően oda van a pasiért. Még akkor is, amikor a kapcsolatuk szar, és válságokon megy keresztül, és amikor elkezd féltékenykedni daisy akkor is ott van és kitart, és hisz abban, hogy elég erős a Billy-vel való kapcsolata, és elég erős a Billyhez köthető szerelme ahhoz, hogy, hogy túléljék, és túljussanak ezen a korszakon, mert ő is tisztában van vele, hogy ez csak egy rossz korszak. Lehet, hogy hónapokig tart, lehet, hogy évekig fog tartani, de akkor is csak egy rossz korszak marad, ami majd el kell felejteni, hiszen nyilván onnantól között van egy közös gyerekük, onnantól között teljesen más lesz az egésznek a hozzáállása, de előtte is, hiszen ugye, ugye eredetileg ők ugye szakítottak, miután ugye Billy megkérdezte, hogy Kamila elmegye vele Los Angelesbe, és ugye a lány nemet mond először, viszont utána meg el akar menni vele, mert hogy annyira kötődik biréhez, És egy baromra jó döntésnek tűnik. Azon a ponton pedig nyilván azért nagyon tudjuk, hogy ahonnan, amikor elindulnak Pittsburghből és elmennek Los Angelesbe, akkor ők senkik és semmiük sincsen. És ebből a szempontból is én egyébként baromra imádtam, és szeretem ezt a történetet, mert, mert az őket a love story bár nem foglalkoznak vele annyit, mint amennyit szerintem megérdemelne, de az őket ők love van annyi, amennyiért én nagyon-nagyon tudom szeretni ezt a, az egész történetet. A másik ilyen remek történetszál szerintem, ha jól emlékszem, akkor talán Graham, aki ugye Billinek az öccse, Karennek a, 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 a szerelmi története, akkor ugye a bilentyűs, csapatban, és az őket kettőjük szerelmi története talán a legérdekesebb ebben a sorozatban, mert tökéletesen jól megmutatja azt, hogy a nő mitől fél, miért nem szeretne kezdeni egy kollégájával, megmutatja azt, hogy miért tud veszélyes lenni egy párkapcsolat. És nyilván, amikor egy olyan kis mikroközösségről beszélünk, mint egy banda, akkor ott, ott, végképp kijönnek ezek a dolgok, de egyébként ugyanezek a dolgok a valóságban is bármilyen munkahelyen egyébként elő tudnak jönni, és ki tudnak jönni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek minden esetben össze kéne jönnie, vagy hogy jó az, hogyha egy kollégáddal jársz, akivel egyébként egy részlegen dolgozol, vagy éppen egy csapatban dolgozol, mert annak lehetnek következménye, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy. És nekem nagyon tetszett ebben a sorozatban az, hogy nálunk is bemutatták, bemutatták azt, hogy kellem mennyire fél tőle, bemutatták Kamilának a félelmeit, bemutatták Billynek a félelmeit, bemutatták Daisy nek a félelmeit egyszerűen tényleg azt érezted rajta, hogy végigmész minden egyes karakteren, és megérted azt, hogy ő mitől fél, megérted azt, hogy ő miért olyan, amilyen, megérted, hogy miért úgy reagál különböző dolgokra, ahogy. És nekem ez volt az az aspektus, ami nagyon-nagyon tetszett, függetlenül attól, hogy mennyire imádtam ezt a, az életérzést, ami árat ebből a 70-es évekbeli díszletből, meg helyzetből, meg felépítésből, mert, mert egyszerűen minden egyes részben volt valami, és nem csak a hangulat, nem csak a zene, hanem volt valami benne, ami, ami jobban és mélyebbre be tudod szippantani, és szerintem ez egy ritka tulajdonság, egy ritka, nagyon-nagyon értékes tulajdonság, amit az emberek hajlamosak egyébként elfelejteni, meg hajlamosak vagyunk átsiklani felettük, holott igazából ezek azok a dolgok, vagy tulajdonságok, hogyha úgy tetszik, ami igazából hozzátesz nagyon sok mindenhez. És amitől tényleg azt érzed, hogy valami, valami egyszerűen jobbá fog tudni válni. És nekem, nekem ezért volt nagyon érdekes ez a Daisy Jones and the Six, mert úgy tudott karakterekről beszélni, úgy tudod elmélyülni a karaktereknek a drámájában, hogy ezek a 45-50 perces részek alatt egyszer sem érzed azt, hogy túl hosszú lenne. Egyszer sem érzed azt, hogy lenne benne felesleges ilyen, biztos, hogy van. Biztos, hogy vannak gyengébb pontjai, de egyszerűen nem érzed, vagy nem érdekel téged annyira azt, hogy ilyenek is vannak benne, mert, mert egyszerűen hagyod, hogy magával ragadjon, hagyod, hogy ezek a karakterek, például úgy voltam vele, hogy elkezdtem, el is egyébként, hogy ilyen 4-4-2-es tempómmal fogja majd az Amazon diktálni a tempót, én azt hittem, hogy három része a debütált, és utána hetente jönnek majd az új részek, és úgy voltam vele, hogy ó, tök jó, akkor van, van, egy, van négy rész, amit megnézhetek, akkor, akkor kezdjük el megnézni ezeket a részeket, és elkezdtem megnézni, és szombaton például öt részt megnéztem egymás után, és a maradék három megmaradt vasárnapra, mert, mert, egyébként úgy voltam vele, hogy vasárnap mást akarok nézni, vagy egy filmet akarok nézni, de, de helyett pedig egyszerűen olyan szinten visszacsábított ez a világ, olyan szinten jó érzés volt elmerülni ismételten Daisy Johnson and the Six-nek a, a világába, ebbe a 70-es évekbe, a rock and abba az életérzésbe, amit ez az egész világ jelentett, az, ahogy dalokat szereznek, az, ahogy élik az életüket, azok a dolgok, amik úgy megtörténnek velük, miközben folyamatosan próbálnak neki találgatni azt, hogy vajon mi az ördög történhetett Daisy és Billy között, ami, ami az egész giga csapat sláger felbomlásához tudott vezetni. És nekem, nekem ez az az aspektus ennek a sorozatnak, amit, amit én eszerűsen imádok, de tényleg eszerűsen imádok. Mert egyszerűen valahogy megtalálod benne azokat a dolgokat, apróságok, amiktől nem csak a te is kicsit jobban ki tudsz teljesedni, nem csak egy kicsit őszintébbé tudsz válni, de, de egyszerűen valahogy úgy tényleg megvan az a különlegessége a sorozatnak, hogy nagyon-nagyon hogy mélyre tudhatni a nézőben, és nagyon-nagyon őszintén el tud menni egy olyan irányba, egy, egy ténylegesen egy olyan irányba, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Egy elképesztően jó lélek tud ábrázolni ez a sorozat. Nagyon-nagyon tele van olyan pillanatokkal. Nem, nem olvastam egyébként a regényt, szóval nem tudom, hogy a regényhez képest mennyi mindent változtattak meg, mert nem igazán tudom azt, hogy, hogy mennyiben különbözik. Azt tudom, vagy azt hallottam, hogy a néhány dalszöveget azért itt-ott megváltoztattak, de inkább előnyére vált az dolog. Ugyanúgy, mint ahogy Daisy Jonesnak az érkezése is, szerintem a Sixnek az előnyére vált. Nyilván ők külön-külön is remekek lettek volna, és nyilván baromra karakter vagy karrier tudtak volna befutni, de ők együtt voltak azok az igazi erőbomba, aminek nekik lenniük kellett. Nyilván azért itt szerepet játszik az is, hogy Daisy és Billy között ott van ez az eszelősen gigantikusan hatalmas kémia, meg vonzódás, meg társaik, ami szerintem egyébként elképesztően fontos dolog ebben az egész történetben, de, de valahogy mégis, hát, mégsem feltétlenül az az érzésed, hogy azért akarod nézni, mert hogy egyszerűen szorít az Daisy-nek, és Billinek. Legalábbis én nem ezért nézem. Sőt, tovább megyek. Én nem is azt, hogy szorítok nekik, én pontosan azt, hogy én Kamilának is Billinek szorítok, hogy, hogy nehogy szétmenjen a házasságuk. Pedig tisztában vagy vele az első pillanatok ezzel szerintem, hogy tuti biztos, hogy nem, nem fognak együtt maradni, és hogy előbb-utóbb történni fog valami, ami, ami széjjel fogja húzni a kettőiknek a kapcsolatát. Ugye erről szólt tulajdonképpen Kamilának volt egy mondata Billyhez, amikor ugye azt mondta, hogy ha beleszeretsz, akkor köztünk vége mindennek. És szerintem ezért ebben is nagyon-nagyon sok minden benne volt a történetben. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy elképesztően izgalmas dolog volt. Valahol, valamilyen szinten egyébként, ha jól emlékszem, akkor talán, mint hogyha azt hallottam, vagy azt olvastam volna valahol, hogy valamilyen szinten a Flatwood Mac volt az, ami inspirálta ezt a történetet, a, ugye az írónő szempontjából, a Taylor Jenkins Reid szempontjából, és nekem például abból a szempontból tökre, tökre, az volt, hogy abszolút átjön ez a Fleetwood Mac életérzés, abszolút átjön az, hogy hogyan is nézett ki ez a dolog, meg hogy hogyan is néztek ki ezek a, ezek a dolgok, és szerintem egy elképesztően zseniálisan tudták megoldani ezt a, az egész produkciót, és baromira azt érzed rajta, hogy, hogy egyszerűen minden szempontból nagyon, nagyon jól tudott működni ez a történet. Nyilván azért vannak jobb és rosszabb napjai, meg rosszabb pillanatai, de úgy alapjaiban véve, szerintem a rock and roll életérzés tökéletesen jól meg tudja ragadni, történetnek a románc oldalát tökéletesen jól meg tudja ragadni, és ami sokkal fontosabb az az, hogy a karaktereknek a mélységeit tök jól tudja megakad, megakadályozni, uh, feltárni. Nyilván vannak olyan mellékkarakterek ebben a történetben, akik nem tudnak annyit, vagy úgy dominálni, vagy éppen nem tudunk annyira mélyre ásni bennük, és amikor felmerül az emberről kérdés, hogy azért, mert hogy vagy a színészek nem tudnak színészkedni, vagy pedig azért, mert hogy azokban a karakterben egyszerűen annyira nincsen semmiük, olyan faik egyszerűségűek, mint, mint amilyennek tűnnek. Gondolok itt például a dobosra, aki, aki egyébként szerintem az egyik legszínesebb, nem csak comic relief karakter ebben az egész történetben, hanem, hanem ő egy olyan karakter, aki szerintem sokkal érdekesebb, mint amennyi játékidőt ő valójában kap. A másik gitáros, hogy talán nem nagyon foglalkozik még úgy különösebben sokat a sorozat, leszámítva azt, hogy Kamilla is közte talán van valami, vagy volt valami egy éjszaka. Úgy Isten igazából ez az egész egy olyan, hát nem tudom, átjárja a rock életérzés, és átjárják azok a dolgok, amik, amik, pozitívak benne, és átjárják azok is, amik negatívak benne. Érdekesnek tartottam azt is az első két-három részben, hogy, hogy ugye külön szálakon futtatták a történetüket, és hogy nem hagyták, hogy ezek az, az útja keresztezze egymást, és érdekes volt látni azt, hogy honnan indulnak Pittsburghből el például Billy Dunék, és hogy honnan indul el Daisy Jones, akinek ugye lenyúlják a slágerét, és azzal futnak be megtársaik, Szóval nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy tulajdonképpen ez a két karakter, ez hogyan próbált meg üldözni egy álmot. Talán, talán, ez egy jobb kifejezés, mint az, hogy menekülni valami elől, mert nyilván azért Daisy Jones esetében az is elég elő, eléggé elég erőteljesen benne volt, hogy ő menekült valami elől, és menekült az álmai felé. Még, még ugye Billyék inkább csak üldözték az álmukat valamilyen szinten, egészen addig a napig, amíg, amíg szerencséjük nem lett ebben a történetben. És ugye nyilván utána jött a második rész, amit ugye egyébként az első rész szerintem egy tökéletesen feel good epizód volt, abban a szempontból is, hogy tökéletesen jól lefektette az alapjait annak, hogy kik ezek a karakterek, miért akarnak zenélni, milyen zenét játszanak, hogyan élik az életüket. És egyszerűen megtetett kedvelni őket az első pillanatok kezdve, mert úgy, úgy ábrázoltak, elszántak voltak, érdekesek voltak, és, itt tényleg benne volt a fiatalság minden egyes, nem csak bolondsága, hanem minden egyes apró momentuma, ami, ami miatt iszonyatosan imádtad. Aztán itt a második rész, az I Will Take You There című epizód, amikor megérkeztek Los Angelesbe, és valahogy be kellett törniük ebbe, ebbe az egész világba, és az, hogy hogyan tudnak eljutni egyáltalán odáig, hogy kapjanak egy névjegykártyát, vagy kapjanak egy számnyi lehetőséget az egyik legmenőbb producertől az egy iszonyatosan izgalmas utazás volt, szerintem. És ugye nyilván utána, miután szépen lassan befutottak, jött a Billy-nek a szétesésem, meg ugye Kamilának a terhessége, ami teljesen széjjel tudta rugni ezt az egész dolgot, és utána jött a harmadik része, a Someone Save My Life Tonight című szerzemény, amikor ugye Billy már kiózanodott és túl volt ezeken a problémáin, és megpróbálta egy kicsit nagyobb felelősséget vállalni az életében a tetteivel, és megpróbálta egy kicsit családcentrikusabbá válni, miközben megpróbálta a bandát kizárni valamilyen szinten az életéből, és áthelyezni a fő reflektorfényt az életében, egészen addig, amíg rá nem jön arra, hogy szene nélkül ő sem ér igazából túl sok mindent, és daisy is ez volt az az epizódja, amikor őt nagyon-nagyon megpróbálta ugye a producer behálózni, de nyilván ő nem adta magát olyan könnyedén, és hiszen nem volt hajlandó megváltoztatni sem, sem saját magát, sem pedig a zenei stílusát annak érdekében, hogy eladhatóbbá váljon, és akkor ezután ugye nyilván kapunk egy olyat, amikor ugye a negyedik részben az I Saw The Light című epizódban, amikor ugye elkezdenek Daisy jones szal közösen dolgozni, és ugye megszületik az első gigantikus annan sláger, ugye Honeycomb, ami hát szerintem egy abszolút megunhatatlan örökérvényű klasszikus lesz. Aztán ugye a Fire című szerzemény az azért volt, vagy a epizód az azért volt zseniális szerintem, mert ott az volt az a rész, ha jól leszem, az volt az a rész, amikor ők egy albumot rögzítettek, gigantikusan jó volt annak az epizódnak is a, a, az ábrázolása, főleg ugye azért, mert ez volt az a rész, amikor ugye meg kellett próbálniuk egy kicsit jobban, össz, azt, azt hiszem az ötödik, vagy lehet, hogy a hatodik rész volt már, most nem emlékszem pontosan, amikor megpróbáltak összeállni, és megpróbáltak közösen írni dalokat, és eldönteni azt, hogy hogyan is épüljenek föl, mert ugye miért a Daisy Jones becsatlakozott a bandába, ott az volt, amit Billy akart. Viszont a kezdve, hogy Daisy megérkezett, onnantól kezdve már az volt, amit a többiek is akartak. Tehát ott mindenkinek már volt beleszólása, előtte csak igazából a fizetésben és az anyagiakban tudtak arányosan osztozni a többiekkel. Aztán ugye jött ez az ötödik, hatodik rész, amikor meg elkezdtek dolgozni az Aurora című albumon, aminek ugye teljes tartalma már elérhető a különböző streaming platformokon, és ugye ez követően jött pedig, ha jól emlékszem talán a, 7. rész volt a She's Gone című Episode, amiben Daisy Jones, sőt, igazából igen, igen tehát elmentek egy turnéra, vagy, vagy nem is, kész volt az album, a gigantsuláger lett, és utána Daisy Jones lelépett Görögországból, ott megismerkedett a lendő férjével, és ugye az egyik legjobb barátnőjét Simont hívja át New Yorkból, hogy menjenek el Görögországba, mert hogy szüksége van rá. És ugye kiderült az, hogy, hogy tulajdonképpen ő igazából csak megházasodik. A nyolcadik rész a Looks Like We Made It című szerzemény az volt az, amikor ugye visszarángatják Dizzy jones a helyes irányba, és amikor elmennek egy koncertre, ami szerintem gigantikusan zseniális koncert volt. Ez volt az az epizód, amikor a banda úgy felemelkedett, és ez egy tökéletesen zseniális pontja lett volna akár az első évad lezárásának is, de hála azért még van azért két szám, vagy két, két szám, két epizód a jövő hétre most pontosan erre a hétre, ami, ami, tökéletesen jól meg tudja mutatni azt, hogy uh, mi fog majd történni, hogy hogyan válnak ők gigasztárokká. Ebben, ebben, az egész történetben. Szögezzük le, hogy az egyik produkciós cég egyébként ez a produkció mellett az a Reese a az ő cége, és, én egy kicsit nagyon megijedtem egyébként, amikor, amikor ezt megláttam, hogy a, hogy a Sunshine is az egyik gyártója ennek a produkciónak, hiszen ugye nagyon jól tudjuk, hogy, hogy a Mindenütt Jó című film, vagy mi volt ennek a címe, vagy Mindenütt Otthon, vagy mindegy az a film, amiben Aston el volt, az, az nem volt egy annyira kimagaslóan jó produkció, és hát ez nyilván azért hát, na, mindegy, most nem menjünk bele, nem volt egy jó produkció, és ezek után nyilván azért az ember egy kicsit jobban fél. Hál az égnek azért a Daisy Jones and the nem érezted rajta azt, hogy benne lenne, nem érzed rajta azt, hogy lágyabb lenne, mint amilyennek kénye, pontosan olyannak érzed, mint, ami, mint, amilyen egy jó balladának lennie kell, mint egy jó szerelmi történetnek, pedig sokkal több, mint egy szerelmi történet a Daisy Jones and the Six, úgyhogy, úgyhogy, nekem ezért egy kimagaslóan jó élmény. Egyrészt baromira jó tényleg a színészi alakítás, nagyon-nagyon tetszik a történetmesélési stílusa, az, ahogy hagy elveszni a különböző pillanatokban, az, ahogy felépíti a karaktereket a mélységeikkel, és minden elé egyébként a remek zenét tud letenni az asztalra. Szerintem az Aurora album az, az egyébként tényleg egy paramra jó. Olyan, olyan, olyan album, miről én abszolút el tudom hinni azt, hogy ez a 70-es években született, és a, valószínűleg a 70-es évek óta kezdve hallgatnám mind a mai napig ezt az albumot, hogy ez egy valódi album lenne. Mint hogy teszem ezt egyébként a Fleetwood meg is, akik az leg, legnagyobb kedvencem ebből a szempontból. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert nem biztos, hogy ez minden idők legjobb sorozata, nem is biztos, hogy ez minden idők legjobb zenével kapcsolatos, vagy rock and kapcsolatos sorozata, de egyszerűen minden megvan benne, ami ahhoz kell, hogy ez egy több legyen, mint egy szórakoztató sorozat. Benne vannak azok a dolgok, amik, amik, a saját életedre tudnak, vagy saját életedben belül el tudnak gondolkoztatni, és szerintem ezek iszonyatosan fontos tulajdonságok, hogy, hogy a sorozat mindenféleképpen rétegesen épüljön fel, és, és nagyon sok szint tudjon belevinni az ember életébe, és hiába játszik rengeteg karakterrel, egyszerűen nem érzed azt, hogy ne nagyon jutna lehetőség, vagy éppen túlzottan sok idő minden egyes karakternek a problémáinak a kifejtésre, pedig nem jut időre, tehát tényleg van benne két-három olyan karakter, aki, aki igazából meg nyilván ugye a menedzsment oldalról is, akik inkább csak ilyen dekorációnak vagy dísznek vannak ott, de nem is bánod, mert igazából ők vagy comic reliefnek kellenek, vagy azért, hogy valamilyen szinten előre vigyék a történetet, vagy behozzanak egy olyan csavart, amit másképp nem történne meg, Szóval én mindenféleképpen nagyon-nagyon imádom ezt a, ezt a, történetet. Már csak azért is, mert ugye ez az egész sorozat ez arról szól, hogy hogyan fut be egy banda a 70-es években, mennyi munka van mögötte, hogyan épült fel, milyen drámák vezettek oda, hogy ők befuthassanak, és milyen ritkán fordul ez elő. És ahogy említettem, a történetmesélése iszonyatosan jól van felépítve, mert tökéletesen végigmegy ezeken a fázisokon, tökéletesen végigmegy azon, hogy milyen problémákkal kellett megküzdeni, és tökéletesen megmagyarázza azt, hogy hogyan tud válni nem csak az Aurora, de hogyan tud válni az a zenei örökség, amit ez a banda létrehoz, egy olyan dologgá, ami az emberekre hatást tud gyakorolni, ami mélyen belén kivódik, és amihez majd évek múltán is vissza fogunk kanyarodni. Szóval a történetmesélés szempontjából szerintem ez a lehető legjobbat tudja kihozni minden egyes karakteréből, minden egyes problémájából, minden egyes élethelyzetéből. Úgyhogy, úgyhogy, nekem ez mindenféleképpen egy iszonyatosan kellemes élmény, függetlenül attól egyébként, hogy nem biztos, hogy a leggyorsabb sorozat, relatíve lassú. Viszont az 50 percnél tényleg nem érzed rajta egy percig sem azt, hogy, hogy, hogy ne érdekelne a történet, ne érdekelnének a karakterek, ne érdekelne az a zene, amit játszani fognak, meg ami elhangzik, hanem, hanem egyszerűen csak, csak úgy, beszippant, és, és elveszel benne, és szerintem ez egy iszonyatosan különleges tulajdonság, amiért én személy szerint imádom ezt a sorozatot. Ki beszél? Beszél? Nos, nem tudom, hogy mennyire mennyi idő maradt a mai adásban arra, hogy ténylegesen kibeszéljem azokat a dolgokat, amikről én ma beszélni szerettem volna, mert ugye a shrinking a héten kifut, én ugye kicsit lemaradtam vele, hiszen ugye két hét igazából nekem kimaradt. Úgyhogy a 7-8-9-es részt kellett volna megnéznem. Úgy voltam vele, hogy a 9-es, 10-es majd inkább egyben nézem meg most pénteken, úgyhogy a 7-es, 8-as néztem meg. Kezdjük talán a shrinking mert talán, talán erről le könnyebb beszélni, meg a Party mert mindkét sorozat zseniális a maga módján. Tehát konkrétan az, amit Harrison Fordal csináltak, a Shrinking hetedik részének a legelső jelenetében, az szerintem önmagában a létező legtökéletesebben körülírja azt, hogy miért zseniális ez a produkció, és hogy csak azért, hogy Harrison jutnak ilyen vizuális poénok, szerintem abszolút megéri azt, hogy ezeket bemutassák. hétről hétre elképettem azon egyébként a Shrinking alatt, hogy ez mennyire jó kis Slappy sorozat. Slepi azért, vagy Szepi azért, mert elég szomorú nagyon sok esetben, viszont közben mégis vidám, vagy próbál vidám lenni, hiszen próbál túl lépni egy traumán, próbál túl lendülni azokon a dolgokon, amik rosszak voltak az életében, és szerintem ezt egyébként remekül csinálja. Tehát nekem ebből a szempontból mindenféleképpen nagyon nagy favoritom lett a Shrinking az elmúlt hetekben. Az a dolog, amivel a hatodik rész néhány héttel ezelőtt véget ért, az what the fuck volt, tehát az komplet mind -low volt. Ut utána nagyon-nagyon utána kínos volt nekem az, hogy három hét is kimaradt, vagy két hét is kimaradt az újabb epizódokkal, mert, mert egyszerűen tényleg ott, ott álltam és pislogtam, hogy ezt így hogy, és és nagyon-nagyon kemény érzés volt egyébként. Mert már csak azért is, mert hogy ugye úgy indult az egész, hogy Gabi mondott valami ilyesmit, hogy tudom, mi történt, csak meg kellett tudnom, hogy működik-e a vaginám. Mire ugye jött Jason Segel és azt mondja, hogy hát működik, Gabi, olyan, mint egy jól olajzott gépezet. Igen, nedves és vendégszerető, mint Florida. És akkor ugye Gabi meg odamegy és azt mondja, hogy kicsit feldúltan nyilván, ugye, hogy hé, bármelyik államnak hívhatod, de Floridának Kurvára nem, hallod? tehát te ilyen szintű zseniális poénokkal épül fel. És nyilván az, hogy Jason Segelnek és Gabinak a karakterek között a viszony hogyan tud megborulni ez az esemény miatt, vagy ez az eset miatt, azt szerintem már önmagában egy ilyen mindblow kategóriás történet, hiszen ugye, ugye a Jason Segelnek a felesége volt az, aki Gabinak a legjobb barátnője volt. És nyilván az, hogy ők ketten között történt valami, aminek nem kellett volna megtörténnie a két barát között. Nyilván lehet itt a piát okolni érte, nyilván lehet érte bármilyen egyéb dolgokat okolni. Egyszerűen egy érdekes szituációt tud eredményezni. Nem tudom, hogy az utolsó két részben mennyire fognak ebbe belemenni, mennyire mernek kifejteni ebből bármit is. Nekem van egy olyan félelmem, hogy az egyik finális momentum az biztos, hogy ez kapcsolódó dolog lesz. Azok után, hogy megmertek lépni. Én valószínűleg egyébként vártam volna ezzel a pillanattal egészen az első évad fináliáig, mert csak azért is, mert elég, elég durvá dolog volt. És, és hogyha ugyanezt ellövék, vagy valami hasonló dolgot megpróbálnak ellőni az első évad végén, akkor nem biztos, hogy ez olyan nagyot, nagyot fog ütni. Hát de remélem, hogy nem lesz igazam ebben. Azt aztán ugye Harrison Ford is magához tér ugye a házban, és akkor ugye Gabinak kéne őt elvinnie, és akkor ezt csak ott áll, ugye még a főcím előtt vagyunk, és azt mondja, hogy kíváncsi vagyok, mennyi idő, mennyi idő kell Gabinak arra, hogy rájöjjön, hogy itt hagyott. És akkor ugye Gabi néhány másodperccel később visszajön, hogy a kocsit elhagyt nélkület, kiabály! És, és, ugye utána jön a főcím, mert ez szerintem ilyen, ilyen apró zseniális Harrison Ford momentumok azok, amikért élni érdemes, meg amikért ő neki ebben a sorozatban egyébként ténylegesen fontos szerepe van a Comic Relief oldaláról megközelítve a dolgot, hiszen az ő drámája talán az egyik legsúlyosabb, mert csak ugye a lányával való kapcsolatát is figyelembe véve, szerintem jóval fontosabb, mint, mint az összes többi dolog, ami meg tud történet, történni ebben az egészben. Plusz én nagyon szeretem továbbra is a Jason Segelnek, illetve a lányok közti hát olykor kínos, olykor szatirikus kapcsolatot, hogy próbálnak meg így tulajdonképpen hát, közeledni egymáshoz, vagy, vagy túllendülni a saját problémáikon meg ezeken a dolgokon, amik, amik miatt nem működtek azok a dolgok az életükben, és nyilván nem minden esetben sikerül, nyilván nem minden esetben veszél Jason Segel a szarkazmust, mert annyi, annyira bízik benne, hogy, hogy a lánya most majd megnyílik neki, és hogy újra egy család lehetnek ebből a szempontból is, de, de ez a pillanat ez csak, csak nem találja meg, illetve csak nem érkezik, úgyhogy, úgyhogy nekem ez mindenféleképpen egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog. Igen, tudom, tudom. Tehát, tehát, egyébként azt is szeretném leszögezni, hogy amit Krista Miller karakterével csinálnak, illetve a férjével, az szerintem a létező leggeniálisabb gag. Tehát a pasinak alig van tényleg két-három mondat egy-egy epizódban, de az olyan. De az olyan, hogy, hogy legszívesebben egyrészt olyan akarná lenni, mint ő, másrészt pedig azért is, mert hogy gigantikusan zseniális az egész. És, és például a hetedik részben az egyik legérdekesebb dolog szerintem az volt, amikor ugye lett egy új kutyájuk, és ugye Krista sétált a kutyával, és találkozott Sonnal az utcán, és megmutatja neki a kutyát. Most nem fogom kimondani még a nevét, de, de ut utána, mikor ugye elindul visszafelé, hazafelé a nőci, akkor Sean megkérdezi, hogy miért lóg egy fonal a kutyát fenekéből. És az, hogy ott nem röhögte el magát állandóan, vagy, vagy képes volt ezt mondott, hogy a mondatot egyébként röhögés nélkül kibírni, mert 7 legalább, ha nem többször, visszapörgettem, mert egyszerűen nem bírtam ki röhögés nélkül azt, hogy ne szakadjak le. Azt mondja, hogy Jusson eszedbe a neveson, Sean. Jusson eszedbe a neve. Mert hogy a kutya neve az tamponítör, Érted? Szerintem, szerintem zseniális volt. A következő epizódban, meg ami, amit én nagyon-nagyon szerettem, az tényleg a Körszalának és a, a férjének a kapcsolata volt, mert ugye ott ugye a nőci azt mondta, hogy figyelj, majd ki kell találnod egyébként dolgokat, mert hogy nem lehetünk együtt, hiszen a házasságunk titka az az, hogy nem vagyunk együtt annyit, és ezért tudjuk elviselni egymást és társaik. És nyilván ugye itt a, a férfi nagyon-nagyon érdekesen annyit mond, hogy figyú, én végigűriztem az egész életemet, mostantól itt leszek, te leszel az, aki elmész innen, és annyira durván zseniás volt ez a pillanat, tehát érezted rajta a szeretetet, érezted rajta azt, hogy kurvára igaza van, és érezted rajta azt is, hogy basszus, ennek az embernek igaza van, és egyszerűen tényleg, miután végdolgoztad az egész életét, a nő pedig nagyjából otthon töltött az egészet, egyszerűen úgy igazságos, hogyha tényleg a nő lesz az, aki, aki elmegy és megpróbál egy új hobbit, vagy új életet kitalálni magának, és, és szerintem ez egy zseniális megoldás volt ebben, a, ebből az egész szempontból, meg az egész rész úgy, úgy, ahogy van, remekül, remekül tudta bemutatni ennek a két karakternek is a kapcsolatát, anélkül, hogy átesett volna a ló túloldalára, vagy éppen bemutatta volna azt, hogy ők nem szeretik egymást, vagy hogy kiábrándultak egymásból, hanem tényleg a szeretetet érzett ebben a kapcsolatban minden egyes hibájának vala ellentétben is. Aztán volt ugye, amikor Jason Segel találkozott a, basszus, hogy nem fog eszembe jutni a Saturday Night Live-os és ugye beszélnek a, beszélgetnek arról, hogy a, a pasi az megint elkezdte csinálni ezeket a dolgokat, amiket régen, és úgy Jason Segel valami ilyesmit mondott neki, hogy a férjét egy kibaszott gyökér. Sajnálom, de tök olyan, mint egy 80-as évekbeli filmben a gonosz. Tudja, csimán kirúgna a lábát, ha erre utasítaná a szenszei és társai, Zseniális, uh, egyrészt 80-as évekbeli akciófilmre való utalás, másrészt pedig zseniális Cobra jelenet volt, úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen imádtam. Harrison Fordnak egy másik klasszikus mondata volt az, amikor ugye Jason Segel lánya megkérdezte, hogy miért cukorkával kell fizetnem neked. Harrison Ford meg csak annyit mond, hogy mert csóró vagy, én meg szeretem a cukrot. És, és, szerintem ez is zseniális volt. De tényleg a nyolcadik részben szerintem a Harrison Ford és a, vagy lehet, hogy a hetedik rész, a fene most melyik-melyik volt. Mindegy, ott, ott a lányával való kapcsolata szerintem az egy iszonyatosan érdekes Érdekesen volt ábrázolva, szerintem a hetedik, hetedik részben volt igen az a, az a kapcsolat. Nagyon jól volt ábrázolva, nagyon érdekes látni Harrison Fordnak a szenvedését, kettősségét és minden egyéb részét, úgyhogy, úgyhogy nekem emiatt is egy kimagasztóan jó történetszállam volt, illetve mm, nem, is, nem is tudom, mi volt még az, ami... Még Gabinek is voltak ilyen jó pillanatai, mert ugye ő meg elment az exférjének a, a kiállítására, és hát ugye nyilván az exférje... De egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem is volt, voltak ilyen barátaim, illetve volt egy ilyen barátnőm is, aki ugye megkérdezte azt, hogy az ex -e az miért nem akkor jött rendbe, amikor ők együtt voltak, miért utána jött rendbe? Mi, mi lehetett az az oka annak, hogy, hogy amikor együtt voltak, akkor nem tudott kiteljesedni, vagy olyanná válni, amilyennek lenni szerette volna, vagy, vagy amilyen lenni szeretett volna, vagy aminek lennie kellett volna. Viszont miután szétmentek, utána totálisan megváltozott az egész ember, és valahogy úgy felnőtt, vagy nem, nem is tudom, hogy mi volt az a szó, amit, amit ők annak idején használtak, megváltozott ez a lényeg. És Gavin is ugyanezt éreztem, és ez egy tökéletes probléma, amikor a, ugye az ember egy elgondolkodik azon, hogy amikor együtt vagy valakivel, akkor látod a hibáit, látod a pozitív oldalait, de látod a hibáit is. Tisztában vagy velük, fel vagy rájuk készülve. Valahol részben nagyon tudod sajnálni a következő embert, akivel ők találkozni fognak, mert tudod, hogy ezek a problémák, ezek előbb-utóbb ki fognak jönni. Igen, csak mi van akkor, hogy az ember fejlődik, mert az ember fejlődik, hiszen mindannyian változunk, és mi van akkor, hogyha arra van szükségünk, hogy. vagy azért akadt, azért voltak ezek a problémák, mert hogy nem a jó emberrel voltunk, nem a megfelelő személlyel voltunk, vagy csak egyszerűen az a személy nem volt képes kihozni belőlünk azokat a dolgokat, amik bennünk voltak. És ez nem minden esetben igaz, egyébként szerintem. Mert igenis vannak olyan helyzetek, amikor mindenkiből ki lehet hozni a lehető legtöbbet, amikor, amikor igenis képesek arra, hogy hogy két ember akár összeélik, akár nem, egyszerűen kiegészítse egymást. De ez itt a kulcsfontosságú dolog, hogy ki kell egészítenünk egymást. Nem lehet az, hogy az egyik megfojtja a másikat, és akkor emiatt a másikban nem is az, hogy nem tud fejlődni, hanem, hanem egyszerűen elhal a lehetőség is annak, hogy meg tudjon változni. És nem hiszem, hiszen nem látunk belőle annyit. Gabiéknak a házasságába csak annyit tudtunk, hogy, hogy elég nagy válságban van, és hogy el akarnak válni. Szóval nem tudunk belőle annyit, hogy Gabi tényleg ludas volt abban, hogy, hogy ez így alakult a sorozatban, vagy csak szimplán arról volt szó, hogy, hogy a hapsi alkoholista volt, és igazából kellett neki a vállás ahhoz, hogy ő meg tudjon változni. Mert ez is egyébként egy baromra érdekes kérdés szerintem, hogy mikor jutsz el arra a pontra, mikor jutsz el azokba a pillanatokba, amikor amikor ezek a dolgok, ezek így megtörténhetnek, amikor, amikor ténylegesen el tudod engedni magad, és felül tudsz kerekedni a saját problémáidon, amikor el tudod engedni a saját hibáidat, és tanulsz belőlük, vagy nem is az, hogy tanulsz belőlük, de egyszerűen csak úgy szimplán felül tudsz rajtuk kerekedni, és fejlődni tudsz. Előre tudsz menni, és lehet, hogy a következő embernél nem ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni, lehet, hogy jobb hibák nem lesz a hibáid, vagy éppen jobb dolgokat fogsz csinálni, vagy jobb, jobban fogod csinálni a dolgokat, de mindenféleképpen fejlődni fogsz. És, és szerintem ez egy iszonyatosan érdekes dolog volt, mert néha nem tudjuk kihozni a másikból a legjobbat. Ez, ez egyébként igaz szerintem barátságokra, igaz szerelemre, igaz családra is nagyon sok esetben. Nyilván az ember nem válogathatja meg feltétlenül a családját, csak a választott családját, de, de alapjáraton a szerelemben és a barátságban bármennyire is szeretnénk hinni azt, hogy jó hatással tudunk lenni a másikra, az esetek túlnyomó többségében szerintem, hogyha belegondolunk, nem biztos, hogy olyan nagy a jelentőségünk a másik életére, amivel be tudnánk folyásolni őt. Barátságokban például szerintem sokkal nehezebb, ami nagyon fura, mert egy barátság sokkal mélyebb dolog. Egy barátság jobb esetben nem fog egy összeveszéssel véget érni, vagy nem egy rövid távú dolog, hanem éveket fog felölelni. Még egy pár kapcsolat lehet pár órától kezdve egészen sok évig áttart a dolog. És nyilván sok év után is elő tudnak jönni ezek a problémák, de barátságban mások a szabályok. Egy kapcsolat sokkal nehezebb, a kapcsolat sokkal intimebb dolog, egy kapcsolat az sokkal veszélyesebb. Pontosan azért, mert törékeny. Szemben mondjuk egy barátsággal, ami a barátság is egyébként törékeny, de ha nagyon-nagyon belmerünk gondolni, és őszintén akarunk lenni, akkor egy barátság jóval kevésbé tud annyira törékeny lenni. Egy barátságban talán, nem minden esetben, és nem minden eset, nem minden szituációban, de többet tudsz megbocsátani, mint egy párkapcsolatban. Most nyilván, hogyha a legjobb barátod lefekszik a pasidal vagy a csajoddal, azt nyilván nem fogod tudni egyiküknek sem megbocsátani, az kb. ugyanaz a kategória. De az, amikor valami más dolog történik, mit tudom én mondjuk, hogy hogy a pasid nem főz neked, vagy a csajod nem főz neked vacsorát, az nem biztos, hogy rosszabb, mint amikor az egyik legjobb barátod azt mondja, hogy lefeküdt a főnökével, vagy a te főnököddel, vagy mit tudom én, valakivel. Te tehát azért vannak olyan dolgok, amik nem biztos, hogy lehet, hogy bekavarnak az életedbe, és lehet, hogy rosszabbá tudják tenni, de nem fognak úgy megfolytani. Egy barátság nem tud, szerintem legalábbis, egy barátság nem tud megfolytani. Egy kapcsolat meg tud folytani, egy kapcsolat tud toxikus lenni, egy kapcsolat tud negatívan hatni az emberre. De egy barátság nem. Legalábbis nem lenne szabad, hogy egy barátság negatívan hason az emberre, hiszen egy barátságból bármikor ki tudsz szállni. Egy kapcsolatból sokkal nehezebb, mert ott, ott, vannak érzelmek. Olyan szintű érzelmek, amik valószínűleg jobb esetben, hogy egy normális kapcsolatról beszélünk, amik mélyek, amiknek van mondani valójuk, van jelentőségük, jelentenek valamit a számodra. Egy barátság jelent rengeteg mindent az ember számára, de egy barátságot sokkal könnyebb feladni mindig, mint egy párkapcsolatot. Valószínűleg egy párkapcsolatban tovább mersz küzdeni miután tújtottok a ponton, amikor úgy érzed, hogy, hogy, ott a vége. Egy barátságban nem biztos, hogy megtennéd ugyan ezt a dolgot, hanem lehet, hogy ott csak egyszerűen elengednéd. Nyilván barátság és emberi kapcsolata vált, választja, vagy váltogatja ezeket a dolgokat, mert vannak emberek, akik, akik számára a barátság sokkal fontosabb, mint a szerelem. És nyilván, hogyha ultimátumot adnak, mint például egy olyan esetben, amikor ugye jársz valakivel, és az a valaki féltékeny az egyik legjobb barátodra, mert túl sok időt töltesz vele, vagy, vagy ellenkező nemű, és akkor ugye azt mondja, hogy válasz közte és köztem. És nyilván ugye kit választasz. Most, hogyha mind a ketten barátok voltatok, akkor nyilván baromira nehéz. Hogyha a románc az egy új dolog, vagy a barátság egy új dolog, akkor nyilván egy kicsit könnyebb helyzetben találod magad, de nem biztos, hogy egy jó döntést fogod meghozni, ettől függetlenül. És iszonyatosan nehéz eldönteni azt is, hogy, hogy mikor van az a pont, amikor, amikor egy embert meg tudsz változtatni, mikor van az a pont, amikor el kell tudnod engedni, mikor, van az a, mikor jön el az az idő, amikor már nem a te feladatod, vagy nem a te felelősséged az, hogy megváltoztass valakit, te megtetted a terészedet, eleget tettél, próbálkoztál, nem ment, engedd el, hát ha ő magától képes lesz arra, hogy megváltozzon. És valami és mi történt Gabiék házasságával is, szerintem. És ezért tudott szerintem, vagy számomra ez a rész legalábbis akkor ütni, mint, mint amekkorát tudott ütni végül. Úgyhogy én mindenféleképpen örülök ennek a két epizódnak, mert tényleg, tényleg, nagyon sok mondani rendelkeztek, és ismételten olyan problémákkal foglalkoztak, amik, amik elgondolkodtattak az embert, és amikor tényleg azt érzed a végén, hogy, hogy kicsit több lettél, mint, mint amikor elkezdted nézni a sorozatot. És valahol a Srinkének szerintem, vagy számomra legalábbis ez az egyetlen pozitív hozadéka, függetlenül attól, hogy messze nem egy tökéletes sorozat, de de rendelkezik olyan témát, meg nem egy tehet lasszó, ez a legfontosabb, de rendelkezik olyan mondani valóval, olyan értelmi és érzelmi kötődésekkel, meg olyan lehetőségekkel, amiknek köszönhetően egy tök más emberként tudsz kijönni egy 30 perces epizódból, mint ahogy belementél. És szerintem Szerintem fontos, hogy legyenek ilyen sorozatok is az ember életében, még hogyha nem is feltétlenül annyira életvidámak, mint mondjuk itt Ed ami egyébként szintén ez a slappy kategória, csak Ted Lasso szomorúság és Jason Segel szomorúsága között azért ég és föld a különbség szerintem, akárhonnan közelítem meg. És akkor igazából elbeszéltem meg én az időt, úgyhogy egy témán maradt, igazából, ami, ami, talán belefér, és megpróbálom belezsúfolni két-három percbe, ez nem más, mint a Party Down-nak a harmadik évad negyedik része. Ez azért lesz nagyon nehéz belezsúfolni pár percben, mert Egyrészt ez volt az az epizód, amikor begombáztak, másrészt a szezonnak a legerősebb része, harmadrészt ugye Evan benne volt a Good Trouble-ből, negyedrészt pedig az egész epizód azzal a zseniális poénnal indított, hogy Sting. Imádom ezt a sorozatot, mert sting el ezt a dolgot, lefektették az alapjait, visszahozták többször ezt a poént, hogy Sting koncertre mennek, Sting koncertre mennek, Sting koncertre mennek, aztán jött a payoff, aztán még egyszer végigmentünk ezen a poénon, és jött még egy nagyobb payoff. És Imádom azt, hogy a partidának az alkotói mennyire megértik azt, hogy hogyan kell jól humoros történeteket elmesélni, hogyan kell poénokat építeni, és hogyan kell zseniális zseniálisan elmesélni ezeket a poénokat. Nagyon kevesen értenek egyébként hozzá, és nagyon kevesen tudják ilyen jó szinten csinálni, mint ahogy a partidán alkotói. Például ugye az epizód elején az kb. azzal indít, hogy Ron és Saxton beszélgetnek, és ugye Sextonnak finger nincs arról, hogy ki az a Sting. És akkor ugye Ron megkérdezi, hogy ki az, mi az a Sting, 17 grammy díj az a sting. Mi az Isten bajod van neked? És akkor Sexton oda megy Lucyhoz, és megkérdezi, hogy te, te hallottál már erről a sting gyerekről? És akkor Lucy meg azt mondja, hogy mi van? Ki a az? És akkor Ron meg azt mondja, hogy át nyomorult kölykök, sting a poliszból! Szóval zsen is volt, hogy erre is felhúzták az egész részt. És igazából nekem az volt itt a legnagyobb bajom, és ott ott hagytam abba a poénaknak a kiegyzetelését, hogy, hogy egyszerűen nem tudtam választani. Egyszerűen a Partiden a harmadik vagy negyedik része az az ott maga a tökéletesség. Tehát, tehát egyrészt színészi alakítás, Adam Scott és Jennifer Garner mindent a világon megérdemelnének az, az epizódban nyújtott alakításukra. Nem csak, hogy a legjobb páros voltak ebben az egészben, egyébként ők zseniálisan jól működnek együtt, egy tökéletes párt látunk. Tehát, tehát én valami olyan kapcsolatban szeretnék élni, mint amilyen nekik van vagy neki van kialakuló félben, mert, azt az szerintem zseniális. Tökéletesen jól összepasszolnak egyébként, úgyhogy, úgyhogy, nagyon szeretném azt, hogy kapjon a partitán egy második kivat, és nagyon szeretném azt is, hogy Jennifer Garner visszatérjen, és hogy, és hogy ez a románc egy kicsit jobban ki tudjon teljesedni, mert, mert egyszerűen megérdemelnék egyrészt ők is a boldogságot, másrészt pedig mi is azt, hogy részese lehessünk ennek a ennek az egész történetnek. Erről a gombás epizódról egyébként nem tudok nem relatív szokban beszélni, mert <télek> tényleg nem, nem, csak, nem csak az ő kettesük volt az, ami zseniális volt. Tehát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, Kemmerénon kívül kb. mindenki betépett ebben a az epizódban, és Martin, Martin Short, Short, de mondtam valószínűleg, nem mindegy. Szóval Martin is egy frenetikusan, gigantikusan remekül hozta ezt a paranoid uh, dolgot, de, de, nyilván egy szexon volt az, aki, aki szerintem csúcsra járatta ezt az egészet, és megmutatta azt, hogy mennyire zseniális és komikus. Ezt szeretem egyébként leginkább a Party hogy, hogy, ha megnézed ezt a részt, akkor látod azt, hogy mindenki mennyire zseniális humoros, humorista mennyire tökéletes komikus az összes, mennyire jól tudnak fizikai humort megtestesíteni mindannyian. Kemarino ugye az előző epizódban már rengetegszer bebizonyította azt, hogy nála jobbat nem fogsz találni, hogyha fizikai humorral van szó, most pedig a többiek is valamilyen szinten bemutatták, meg bebizonyították azt, hogy igenis képesek arra, hogy zseniális dolgokat tudjanak letenni az asztalra. Mi mindeközben egyébként frenetikusan zseniális kamerókat kaptunk, túlzási kamerókat kaptunk, mert azért vendégszerepléseket kaptunk ebben az epizódban, ami szerintem szintén zseniálisak voltak. És egyszerűen tényleg azt éreztem, hogy ez a Party Down epizód, ez valahogy úgy nem, nem egy kicsit van összerakva, hanem, hanem ez egy kicsit nagyon-nagyon durven egyben van. Itt valahogy mindenki tökéletesen flottul van, itt jött bele mindenki abba, hogy hogyan is kell ezt az egészet csinálni, és nyilván ugye azért Jane Lynch és Megan hiányoztak ebből az epizódból, de ettől függetlenül szerintem egy, egy elképesztően jó mentális utazás is volt valahol valamilyen szinten, mert olyan dolgok is elő tudtak kijönni ebben a történetben, amik korábban nem igazán tudtak, vagy amikor józan az ember, akkor nem igazán tud kijönni az emberből. És nyilván ugye ezért ez is egy érdekes dolog, hogy betépnek, miközben dolgoznak, és társaik, meg hogy ez a gondolkodásmód van mögötte, de közben valahogy mégis sikerül egy olyan jól felépíteni ezt a történetet, hogy, hogy egyszerűen nem zavar ez a kis apróság. Nevezzük kis apróságnak ebben a pillanatban. Nekem nagyon sok olyan pillanatom volt tényleg ebben a, ebben a részben, ami, ami, szakadtam a rölgéstől, és, és nem csak feltétlenül a színészi alakításoknak köszönhetően, hanem, hanem tényleg annak, hogy ügyesen felépítették ezeket a poénokat, hogy folyamatos visszautalások voltak rá, folyamatos pélyafok -ok voltak rá. Egyszerűen tényleg az volt az érzésed, hogy, hogy ez, ez, a rész, ez, ez, egy komikusi, tehát mint az írók is beletek volna tépni, tépve, de ettől függetlenül ez egy komikusi utazás. Körülbelül azt tudnám hasonlítani leginkább, hogy Daisy Jones akkor írja a legjobb szerzeményeit, meg valószínűleg egyébként Billy is, amikor be van tépve, vagy szimplán a függősége el tudja, vagy át tudja venni felette a hatalmat. Nyilván a legtöbb rockstar meg zenész az olyankor tud a legkreatívabb lenni, amikor, amikor egy pszichedelikus világban létezik itt is, itt is egyébként az elmondható erről az egészről, hogy egyszerűen érezted azt, hogy milyen hatással rendelkezett. Tehát érdekes volt látni azt, hogy kire hogyan hatott a gomba, ki mitől félt, vagy kinek melyik oldalát tudta előhozni. Szakszonnal szóval például imádtam azt, hogy, hogy, ő például az egészet livestreamelni akarta élőben, és azt is, azt is imádtam, hogy Jennifer Garnernek ugye az lett volna feladat, hogy kövesse őt, csak ugye meglátott egy bokrot, és a bokor elterelt a figyelmét, aztán elvesztette Szakszont, meg társai, meg, meg is, hogy így gigantikusan hatalmas szemeivel így ránéz, és... szóval egyszerűen annyi, annyira, annyira zseniálisan tudták megoldani a humor szempontjából az egész történetet, hogy, hogy ott állsz, és nézed, és élvezed az egészet, és a Party Down 3. évad 4. része halálpontosan az a történet volt, amire én csak azt tudom mondani, hogy ezt csak élvezve lehet nézni, és nem csak azért, mert széles, széles vigyor volt, vég az arcomon, ami, ami, szerintem baromira ritka egy modern komédia esetében, de, de tényleg a partidan harmadik vagy negyedik része az le tudod tenni valamilyen dolgot az asztalra, ami nem csak hogy biztató volt, nem csak hogy akarok még több epizódot ebből az egészből, hanem egyszerűen be tudta bizonyítani azt, hogy igenis lehet modern jó komédiát írni, anélkül, hogy PC lennél, anélkül, hogy megpróbálnád elvinni ebbe az irányba, ami túl sterillé tudná tenni a dolgokat, hanem, hanem egyszerűen csak kicsit kell tenni, de azt nagyon és ezt a nagyot, és amikor egy, az az érzésed, hogy valami nagyot kapsz, akkor nagy nagyon nagy lesz a payoffja -ja is. És nekem ez az epizód, ez egy tökéletes payoff volt. Például baromira sok mindenért, és tulajdonképpen talán a héten a legjobban ez, ez volt az az epizód, ami engem kik tudott kapcsolni, úgyhogy már csak ezért is viszonyatosan imádom ezt a, ezt sztorit, mert, mert, tényleg az volt az embernek az érzése, hogy, hogy tényleg benne volt, benne volt az egészben az, hogy, hogy ez egy olyan epizód volt, ami, ami képes volt arra, hogy, hogy az ember egyrészt te is be akarját épni tőle, másrészt képes volt arra is, hogy te is be tudját épni tőle. Úgyhogy nekem, nekem tényleg a partidában az egyre inkább kezd egy ilyen kötelező, jó nyilván eddig is kötelező programom volt, de egy másabb jellegű kötelező programmá válni, amiért én személy szerint baromira imádom ezt az egész történetet. Úgyhogy ez, ezért is imádom ezt a sorozatot. Érdemes tényleg nézni. Szóval úgy néz ki, hogy megint csak sikerült majdnem megütni a másfél órát, úgyhogy ennyi volt már a, BMW, Brand New Voice, és találkozunk legközelebb egy vadonatúj Nem tudom, hogy még ezen a héten vagy a következő héten, minden esetre valamikor lesz szó, mert a Pikert mellett már megint szó nélkül mentem el, pedig ott is három részt néztem meg, három zseniás epizódot, három zseniális epizódot, bátran merem ajánlani, és azokról a sem beszéltem még, amiről szerettem volna, hogy valószínűleg még talán valamikor a közeljövőben jövök egy újabb adással. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha velem voltál, iratkozz fel a csatornára, ringasd meg a halangokat, ha még nem tetted meg egyiket sem, illetve hallgassd a műsort az itunes a Spotify-on, vagy bárhol máshol, ahol a podcasteket el tudod érni, mert ott előbb megjelenik, mint YouTube-on és nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy velem voltál. Írj egy e-mailt a podkultpanelkukat gmail.com címre, dobj egy kommentet lent, hogyha beszélgetni szeretnél bármiről, vagy láttad a Party down vagy bármilyen egyéb jó komédiának a legújabb evizódjait, shrinkingről is van véleményed, vagy a különböző témákról, amiket a mai adásban meg, akkor is nyugodtan keres kommentekben, vagy pedig e-mailben bátran megtalálhatsz, és válaszolni is fogok rá. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy velem voltál. Hm, ez volt a harmadik alkalomma. Popkultúrával rendkívül gazdag kívánok. Fraser has left the building.